Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérdezem, hogy a hátsó sorokban érthető-e, hallható-e, amit mondok. Jó, köszönöm szépen. A meghívó szerint, vagyis a hirdetés szerint Ady Endre és a Szabad Könyvesség című előadást fogom elmesélni önöknek, ahogy én látom Adit. Olyan okmányok alapján, amik eddig nem voltak nyilvánosak, vagyis nyilvánosak voltak, csak nem nagyon nézegette senki. Az elmúlt előadásomon, ha jól emlékszem, akkor a Magyarországi Szabadkönyvesség történetéről beszéltem egy kicsit részletesen, amennyire az egy és másfél órába belefért, arról, hogy 1867 és 1920 között mi volt a helyzet a Magyarországi Szabadkönyvességgel. Elmondtam a radikális szabadkönyvesség, tehát a szabadkönyvesség egyik Tianon szempontjából fontos részének a szabadkönyves radikalizmusnak a kialakulását. Hát többféle radikalizmus van, én a szabadkönyves radikalizmusról beszéltem, és elmondtam azt a négyes célkitűzésüket, politikai célokat, népparlament, népkormány, népköztársaság, amit ugye majd Károlyék csinálnak, meg Károlyi Mihály gróf kormánya 18. november 16-ától. Ugye Károlyi kormány az első szabadkönyves kormánya Magyarországnak, a második a Belinkei kormány 19. januárjától, és a harmadik pedig kisebb mértékben ugyan, de szabadkönyvesek a tagjai a forradalmi kormányzó tanácsnak, tehát a népbiztosok tanácsának, az első kommunista diktatúra kormányának politikai céljait. Elmondtam a katolikus egyház elleni támadás két nagy sávját, az egyik a vagyonelvétel, a másik pedig a lelkek fölötti hatalom megszüntetése, hogy ezeket részletesen elmeséltem. Bocsánat, vannak most itt új emberek, akik nem voltak itt egy hónapja? Vannak, aki jó, akkor jó, hogy 10. Akkor röviden összefoglom. Amivel az volt a céljuk, mármint hogy a római katolikus egyház megtámadásával, hogy meggyöngítsék azt a legnagyobb szellemi és mindenféle gazdasági erőt, amit a katolikus egyház az akkori Magyar Királyság ország területén képviselt, azt az egyetlen erőt, amelyik a szabadkönyvesség ellen föllépett, mert a korabeli Magyarország liberális mintaállam volt, ezt korábbi kiegyezéssel kapcsolatos előadásomban elmondtam, ami azt jelenti, hogy mindent és mindenk az ellenkezőjét engedték működni szinte. A proletár mozgalmak ellen fölléptek, de most nem az a témakör, de azok ellen sem nagyon durván. A harmadik céljuk volt a radikális szabadkönyveseknek az iskolákba való behatolás. Az iskolákba való behatolás, nevezetesen az egyházi fönntartású iskolák megszüntetése, ez összefügg a katolikus egyház elleni támadással, azt mondták, hogy minden első menetben minden általános iskolát akkor 6 osztályos elemi népiskolának nevezték, államosítani kell, és ha majd ők adják a kormányt, ők mondják meg, hogy ott mit lehet és mit nem lehet tanítani. A másik pedig az iskolák kapcsán elmondták, hogy, és céljukul tűzték ki, hogy a hittanoktatást, akkor úgy mondták, hogy vallás erkölcsi oktatást, azt meg kell szüntetni. Ez egy durva dolog volt, és én ezekből úgy látom, hogy a keresztény nemzetállam ellen nagyon tudatos, előre átgondolt támadást indítottak, és ez több évtizeden keresztül zajlott. És a negyedik célkitűzésképpen pedig ugye Jászi Oszkár kapcsán mondtam el, ami Jászi több beszédében is, szabadkönyves főmesteri expoziában is benne van, hogy újra kell írni Magyarország történetét, ki kell venni a mítoszokat, stb. És nem részletezem, aminek az a lényege, hogy a nemzet tudatot, a nemzeti érzést azt nagyon határozottan támadták. És hogyha ezt a 4 pontot, mert én még 20 pontot is mondhatnék, csak nincs idő rá, majd a könyveimben ezt 7 monográfiába
magyar monográfiában, a 8. angol összefoglalóban megírom, hogy gyakorlatilag a keresztény magyar nemzetállamot támadták. Az egész támadásnak van egy nagyon sajátos, és ma úgy mondanák bizonyos körökben, hogy politikailag nem korrekt vonulata, nevezetesen a zsidóság, a magyarországi zsidóság szerepe. Itt mondtam az elmúlt előadásaimban különböző számadatokat. 1910-ben az utolsó népszámlálás idején, amit az egész, tehát a teljes ország területen Magyarországon végeztek, ott több mint 900 ezer zsidó ember volt, akik izraelita vallású, magyar nemzetiségnek mondták magukat. Zsidó nemzetiség, mint olyan, nem létezett az akkori Európában, például a Román Királyságban nevezték a evrei, hogy mondják, evrei, ő nemzetiség. De az egy más téma. A szabadkönyvességen belül elmondtam, hogy az ÉSZ számításaim szerint, mert a leléltárban megmaradtak a Pál anyakönyvek is, mert 920-ban Döbötör belügyminiszter kiadott egy szabadkönyves névjegyzéket, ami az országos levéltárban megvan, a országos levéltár könyvtára, azt én kifotóztam ott a gépemen, és átszámoltam, nagyon unalmas munkával, úgy látom, hogy az első világháború előtti években már a 7400 valahány ebbe a kötetembe, ebből csak egyet vagy kettőt hoztunk, írom pontosan, csak szemüveg nélkül nem bírom elolvasni, 7450 alatt a Nagy Páholy, magyarországi szimbolikus Nagy Páholy hivatalos adata szerint szabadkönyvesből 100-ból 75 zsidó ember volt. Méghozzá az ateista, általában az ateista zsidó lettek szabadkönyvesek, de például a Nagyváradi László király Páholyban, ahol a magyarországi radikális szabadkönyvesség kezdődött, az volt a bölcsője, Adi kapcsán is elmondom, hogy hogyan vetnek rá szemen. Aztán jön a Léda asszony, és elviszi a fiú Párizsba. Mondjál, mesélem röviden Adi életét. Nagyváradon, mit akartam most ebből kihozni? Ott indul a százalék, igen, csak annak kapcsán, mert nem valamit mondani. Igen, ja, persze, köszönöm. Találkoztam olyan nagyváradi zsidó emberrel, például, majd mindjárt mondom a neveket, akik a magánéletben Isten hívő zsidó izraelita emberek voltak, a szabadkönyvességben pedig a tüzet okálták a kereszténység ellen. Még főmesterek is voltak közöttük. Ez egy nagyon furcsa kettősség. Gondolja meg valaki, hogy ezt meg tudná csinálni. Nagyon furcsa dolog. Egyelőre csak ezt a nagyon udvarias jelzős szerkezetet használom. De hát nem akármiről szól a történet, mert megítélésem szerint, és ezt a múlt hónapban az előadásomon azt hiszem elmondtam, hát ez a lényeg a dologban, hogy a magyarországi radikális szabadkönyvesség az első világháború előtt a legnagyobb mértékben hozzájárult a magyar királyság ország területének a szétdarabolási lehetőségének a bekövetkeztéhez, mivel hogy az országot belülről meggyöngítették, stratégiai támadást indítottak a keresztény magyar királyság, a keresztény nemzetállam ellen. Ennek átgondolták ennek a szellemi támadásnak a legfontosabb stratégiai, taktikai részeit, és megvalósították. A magyarországi szabadkönyvességnél megvizsgáltam ezt a 7400 akárhány embert. A legjobban képzett orvosok, ügyvédek szabadfoglalkozásúak, ugye a zsidóság oda nyomult be a leginkább. A budapesti orvosoknak az 50-70%-a például zsidó nemzetiségű, vagy izraelita vallású, ki hogyan szereti megfogalmazni. Én elválasztom kettébe izraelita vallás felekezet és zsidó nemzetiség. Találtam közöttük két fizikai munkást. Ezt nem tudom, mondtam-e. Az egyik az egy házmester volt, a másik pedig egy köműves. Tehát falrakó köműves, nem szabad köműves. És ezek a jól képzett jogászok, orvosok, ezek nagyon ügyesen és nagyon ebben a képzettségüknél és a tehetségüknél fogva jól át tudták gondolni
ennek a nagy-nagy támadásnak, és higgyék egy nem összeesküvés elmélet, a részleteit, hogy a katolikus egyházat hogyan kell meggyöngíteni, a református egyházat hogyan kell magukhoz vonni. Ugye ezt mondtam, úgy emlékszem, hogy a református egyház püspökeinek egy része, például a debreceni püspök, amikor meghal, olvasom a Kelet című szabadköves nagypáholy Kelet című hivatalos lapjának a tudósításában, hogy meghalt a debreceni református püspök, és most már elmondhatjuk, hogy ő nem csak reformátusként, hanem szabadköves páholytagként is testvérünk volt, stb. És akkor helyette keresnek egy szabadkönyvest, reformátust és lelkészt, és meg is találják a temesvári Losonci páholyban, akit úgy hívnak, hogy Szabócska Mihály. Akit ugye Adi, itt van a nagy Adink, Költőcske Mihálynak nevez. Hát ha tudta volna, hogy tesó, akkor nem biztos, hogy ezt mondta volna rá, viszont Adi egy egészen különleges ember volt. Vagdalkozó, főleg a magyar keresztény állam vezető személyiségei kapcsán, de majd ezt elmesélem. Na már most, amikor Adi Endre ugye 1877-ben egy párciumi kis falucskába megszületik, akkor Érmincszent, most az van kiírva, a falu román neve viccesen mondta, hogy Adi Endre. Ez van kiírva. Ami nem biztos, hogy olyan helyes dolog, a székelyföldi egyik nyárán menti faluban, meg az van kírva, hogy Georg Hedoja, Györgyé Dózsa, ugye? Dózsa György. Jó, van, hát mindegy. Adi családja először el fog mesélni az életét. Ezt gondolom mindenki ismeri, elnézést kérek előre is, hogy sok ismert tényt mondom, talán mondok egy-két ismeretlent is, mert kiderül. És akkor el fogom mesélni Adi és a szabadkönyvesség kapcsolatát. Hát ugye ő 1877. novemberében születik, és gyakorlatilag 1900. január 1-ével, de facto, ténylegesen január 2-ával kerül Nagyváradra magasabb fizetésért egy csak zsidó emberekből álló újsághoz. Az újság tulajdonosa, ebben a kötetben írom le, hogy milyen mondom a nevét, Laszki, magyarosított névű szilonnal, meg a felesége megbíz egy pásztor nevű, ez is magyarosított név, nevű nagyváradi újságírót, hogy menj el Debrecenbe, hogy csupa magyar újságíró, ahogy nem egy keresztény újságírók vannak, és hozzá ide egy keresztény embert, aki jó újságíró. És akkor elmegy, és egy kocsmában találkoznak, és nem részletezem, Adi Endre nevű kiskorú fiatal emberrel, aki Debrecenben újságíró, és hát már akkor látszik rajta, hogy ő nagy pályafutást szeretne befutni valamilyen területen. Vagy a költészetben, akkor már ír verseket, tehát ezek nem olyan jó versek, ilyen tucat költemények. Nem véletlen, hogy a 906. februárban megjelent Új versek című harmadik verses kötetétől számítja az irodalom történet Adinak a nagy költészeti periódusát. A költészetéről majd elmondom a véleményemet, most előjárok csak annyit, hogy az istenes versei azok szerintem világirodalmi szintűek, tehát nekünk van mire büszkék lennünk, hogy a Krisztus kereszt az erdő, meg a különböző versek, most ami eszembe jut, majd mondok pár sort, mint egy-két versből. A politikai versei az a politikai szemét kategória. Tudom, hogy ezen nagyon meglepődnek. Egy évvel ezelőtt, amikor ezt a könyvet még csináltam, mesélem, a Nagykanizsai könyvtárban volt egy rendezvény. Jobbikosok hívtam meg, de hát nem tudom, nem érdekel, hogy milyen párt. Vagy jobbikosok, vagy fideszesek, vagy KDNP-sek hívnak, mindenhol elmegyek. És ott, mikor ezt mondtam, hogy politikai szemét, akkor egy úr fölállt és azt mondta, hogy ne aludjon Raffaiú, de egy könyvtárban nem lehet egy Adi Endréről lesz mondani. Na most hát mondta, hogy először hallgassa meg az előadásomat, és utána megbeszéljük a dolgot. Ez durva dolog, persze. De azért gondoljuk bele, hogy milyen szép versi szar az, hogy minden a sorsé. Szeressétek őt is, a vad geszti bolondot. Egy sor kihagyás. Úrnak, magyarnak egy-két rongyot. Ezt kérem politikai személyt, ugyanis ez Gróf Tisza Istvánról írja, a legnagyobb 20. századi magyar három legnagyobb politikus közül az egyikről.
aki elébe akart feküdni a trianoni kőszengernek, ugye? Katonailag is, meg békés utol is. De mindegy, majd erre később ítélek. Tehát 1577 egy hadjelent. 1877 novemberében születik, elkezd jogi főiskolát végezni, akkor ezt úgy mondták, hogy jogakadémia. Ez több helyen is folytatja, de nem, nincs türelme, hogy elvégezze. Látszik, hogy őt a sors mással, tehát ő nem egy paragrafus ráva ember, már bocsánat, ha itt vannak jogászok, fiam is jogász, hanem művész, művészember. És a gimnazista korában a zilai, akkor úgy mondták zilach, hogy zilai, j-hanggal a végén, magyarul, zilai, ezért mondom én is így, a zilai főgimnáziumba jár, és ott olyan, egy-két olyan tanár, például Kis Gyula, talán József, olyan tanárai vannak, akik kimondottan liberális irányban nevelik a fiataladit. Liberális irányban. Ezek a tanárok, megtaláltam a szabadkönyves kolozsvári unió pályába való fölvételi kérelmüket és a fölvételi jegyzőkönyvüket. Tehát Kis Gyula és a mások, ugye, mind szabadkönyvesek lesznek, a kolozsvári unió páholy, majd a háború előtt 10-es években akar Zilajon is egy szabadkönyves páholy csinálni, de nem csináltak, mert jött a háború, szabadkönyves kör nevű a páholynál alacsony rangú rendű szervezetet csináltak. Ez a Kis Gyula, amikor meghal, talán 915-ben, jól emlékszem, Adi elmegy a temetésére, bár akkor már nagyon beteg, és ott térden állom a zokog a sírjánál ennek a Kincs Gyulának. A élet egyik nagy példaképe volt. A másik nagy példaképe egy dr. Váradi Zsigmond, Váradi Y-nak, egy református úr, róla ebben a kis kötetemben Szabadkönyves Békjoga Adján és a Szabadkönyvesség Elnyomás, ez 99.906, majd a másik két Adi kötetemről mindjárt beszélek. Ez a Váradi Zsigmond, ez Adinál 13 és fél évvel idősebb református vallású magyar ember, egy nagyon jól képzett jogász, aki azonban az 1890-es évek eleje, vagy a 80-as évek vége óta mindegy pontosan számok benne, évszámok benne vannak, a Nagyváradon működő László Király Páholy nevű szabadkönyves szervezetnek a tagja, sőt 1899. január és 1900. január 10-akárhányadika között, pont mikor Adi oda kerül, még vagy 7-8 napig ez a Váradi Zsigmond a László Király Páholynak a főmestere. A magyar radikális, vagyis a magyarországi radikális szabadkönyvesség egyik elindítója, ez a határozottan liberális fölfogású Váradi Zsigmond. Na most amikor Váradi oda kerül, vagyis bocsánat, nem bár Adi Endre oda kerül Nagyváradra, akkor ott a Szabadság című kormánypárti lapnak lesz a riportere. A kormánypárti lapnak. Ezért nagyon érdekes, mert Adi, vannak ilyen emberek, én sokat ismerek ilyen, született ellenzéki. Olyan a habitusa. Született ellenzéki. Valaki kormányra kerül, az egyből hülyévé válik. Ezt 990-ben tapasztaltam. Rám szavazott a fél ország, mert MDF-re, amit mi Madöfnek mondtuk, ez a döfés az elmaradt, de nagyon. Viszont sokan barátoktaim, egyből nem lett Kánoán, nem akasztottuk fel az összes kommunistát, és egyből gazemberek lettünk. Adi nagyon furcsán ebbe a kategóriába tartozik, de ez most nem ide tartozik. A lényeg az, hogy Adit arra használták a Szabadság című lapnál, hogy kimondassanak vele olyan mondani valókat, amiket ők valamilyen oknál fogva, például a kormánypártiságuknál fogva nem akartak kimondani, vagy pedig nem mertek kimondani, nem mertek kimondani. Én ismertem egy SZDSZ nevű politikai pártnak voltak képviselői, azok nagy hangon beszéltek. Ott volt náluk a szürke állomány, az ő állat mondjuk szerint, de amikor az ember rájuk ordított, akkor mint a kisnyuszi rettegbe bementek pisilni a sarokba. A pisilés az túlzás, de voltak ilyen tapasztalatok, nagyon érdekes társaság, a hivatalból rettegő, kifele nagy agressziót mutat, egyébként végtelenül gyáva emberek. Ennél a Szabadság című lapnál én megnéztem a, most nincs idővel, ugye mondjam, a személyi állományát, kik voltak ott.
Adit tehát erre használták részben, másrészt pedig én úgy gondoltam sokáig, hogy csak legenda, de nem legenda volt, zsidó ünnepeken. Akkor az Adi csinálta a lapot. Mert a keresztény az dolgozhat, ugye akkor is. Ez így van, regyén, hát semmi gond ezzel. Ügyesen megoldott a tulajdonos felesége. És Adinak a tulajdonképpeni újságírói, akkor úgy mondták, hogy hírlapírói pályafutása, az ekkor 1900 január 2-án kezdődik Nagyváradon. Én elolvastam a, hát ugye Adina, amikor Adiról beszélünk Magyarországról, akkor mindig a költeményeit idézünk. Már elkezdték a szomszédba is, ugye? Beszéltük az úrral, hogy nem tudja, hogy ide jöjjön, vagy oda menjen, és az elejét itt, és a végét. Amerikális reakció. Majd lesz még szó, hiszen lesz még szó amerikális reakcióról, majd eleget. Többet, mint a Biblia magyarázat. Tisztelt hallgatóim, igyekszem rövidre fogni Adinak ezt a korai periódusát. Tehát 1900. január 2-től 1903 végéig tartózkodik. Durván 1902-1903, hát durván három évvel tart Nagyváradon. Ez nagyon fontos korszak Adi életében, több szempontból is. Először is Nagyváradon, ez egy nagyon furcsa város. Van egy úr, az a neve, hogy az eredeti neve, hogy ki a magyar kabaré megteremtője? Nagy Endre, ja! Tehát az eredeti neve, bocsánat, a Marci, ezt már mondtam önöknek el, és néha a nevek nem jutnak eszembe, de egy órán belül eszembe jut, és akkor mondom, ez a marxizmus szenilizmusból, a szenilizmus, egykori szegedi professzor, ezt elnézést kérek, ez van. Grósz Endre. Grósz Endre, ez írt a 20-as években az Adi Múzeum című két kötetben megjelent munkában, nem részletezem, Földesi Gyula mások. Itt egy tanulmány, Nagyváradról. És azt írja ez a Nagy Endre, és ez Adi szempontjából mindjárt kiderül, miért fontos, hogy milyen csapatban, milyen társadalmi környezetben, úgy mondanák a politológus, szociológus barátom, hogy a szocializálódik Adi, ezt magyarul is el lehet mondani különben. És azt írja ez a Nagy Endre, aki akkor változtatja meg Grószról Nagyra a nevét, amikor Nagyváradot elhagyja és Budapestre megy, és ott tényleg megteremti a, olvasom az interneten különböző lexikonokat, meg könyvtárba, a magyar kultúrának azt a fontos részét, amit kabarénak neveznek. Na most, bocsánat, kérlek, a világ is se akarok gúnyolódni senkin, na mondjuk ez túlzás, de Nagy Endre nem akarok, de tényleg az volna a magyar kultúra, tessék, csak ide figyelj! Unecilim, drága kis kutyám, tényleg ez a magyar kultúra? Ha mindegy, nem tudom már, azt hiszem, talán ebbe a harcoló, stb. Abba. Mindegy, van egy ilyen kultúrával kapcsolatos felettem, most ott ezt kicsit kiérezetten kihozom. Lényeg az, hogy azt írja Nagy Endre, tehát még Grósz Endre korábban mindegy, azt írja, hogy Nagyvárad furcsa város. Mert a statisztikai adatok szerint, az 1900-as statisztikai adatokat használja, hogy emlékszem ebben a 22-ben vagy 21-ben megjelent tanulmányában, furcsa város, mert ha az egész Nagyváradot nézzük, akkor körülbelül csak 31,2% a zsidó a vallásonak, mondja, zsidó vallású az embereknek. De ha a városias Nagyváradot nézzük, magyarul a belvárost, akkor 80% fölött van a zsidók arányszáma. Na ez az, ami Adi szempontjából nagyon fontos. Adi életét én nem hegyezem ki a zsidóságra, kihegyezte azt Adi Endre. Én csak megpróbálom leírni, vagy valahogy megfogalmazni, hogy érthető legyen. Hiába írja azt a, remélem ezzel eldicsekedtem, hogy a Times of Israel honlap többen voltak. Hadd mondjam el még egyszer, mert jó lesz itt elmondani, meg tudom, hogy vannak kb. 8-10, akik nem voltak itt. Ez a politizálás szabadmesség azt írja a The Times of Israel angol nyelvi honlap, hogy a világ három legopenly, nyíltan
antiszemita könyvek közül ez a harmadik. A Henry Ford a nemzetközi zsidó, a másik a Cion bölcseinek jegyzőkönyve, vagy az Ochronába csináltam, vagy nem, én nem tudom eldönteni. És ez a harmadik. Nagyon meglepő volt, mert abszolút semmi antiszemitizmus nincs benne. Az, hogy leírom, hogy 100-ból 75, meg hogy radikális, meg hogy magyar gyűlölő, meg hogy fajgyűlölő, cionista zsidó, meg stb. Ez nem fagyűlet, ez tényleírás. Ez tényleírás. Tehát mindegy Adinál maradva. Tehát Adi, amikor oda kerül 900. január 2-án és belép a Szabadság szerkesztőségének ajtaján, akkor ott talál 5 kollégát, mind az 5-en izraeliták. Semmi probléma. Bemegy a kávéházba, akár a Müllerájba, akár a akárhova. Ugye most voltunk a feleségünk, most voltunk Nagyváradon, volt egy előadásom is, most ebben nagy felújítás lesz, mert ugye a nagyváradi Adi kedvenc kocsmát, azt odaadta a mostani Adi Múzeumot, azt a nagyváradi önkormányzat oda ajándékozta, na nem a nem, Magyar Nemzeti Múzeumnak, vagy akár nem tudom én kinek, a Müller bácsi leszármazottjainak, hanem az ortodox egyháznak, a román ortodox egyháznak. És azt mondja egy fiatal ember, kolléga, a vezetője, azt mondja, hogy képzel el, hogy mi fizettünk az ortodoxoknak elég nagy havi bérleti díjat. Nagyon érdekes. Vagyis hát ez a román nácizmusnak a története. Ezt majd ott fogom elmondani májusban. Tehát Adi belekerül egy olyan társaságba, ahol gimnazista korában, ahol ahol gimnazista korában nem volt. És tessék elkérni, hogy írom itt a könyvben, ő egy debreceni lánnyal levelezik, de nem ismerik egymást, és írja neki, hogy kedves, nem tudom ki a neve, itt vagyok Nagyváradon a Szabadság szerkesztőségében, képzeld, itt mindenki vagy zsidó, vagy pojáca. Ugye szó szerint kérdezte? Vagy zsidó, vagy pojáca. Azért ez érdekes, hogy egy potenciális magyar zseni bekerül ezek közé, és vagy 3, vagy 5, hány napja? Azt hiszem, 5 napja van Nagyváradon, 5 napja. Körülnéz, elmegy, kocsmázik, mindegyik kocsmában, jó, rendben van. És körülnéz és látja, hogy hoppá. És ez őt eleve arra ösztönzi szerintem, amennyire az írásai ezt mutatják, a Szabadságban és a Nagyvárosi Naplóban megjelent írásai, hogy ő ez egy kicsit valamennyire igazatja. Igazatja. Mondok példákat. Ugye az első világháború előtt Románia az egy Európa egyik fajgyűlölő országa volt, a zsidók egy részének nem volt állampolgársága, bár 1878. július 13-án aláírt berlini kongresszus kötelezvényeiben kötelezték Romániát, hogy megkapja Dobrogyát, ahogy ők mondják román, Dobrogyát, a tengerpartot, Gróf Andrássy Gyula, osztrák-magyar külügyminiszter javaslatára, viszont cserébe az összes zsidónak kell állampolgárságot adni. Ne? Tehát az akkori románok azok durvábbak voltak, mint most a Fico meg a Mecsiár, ha összekeresztezzük együttvéve. Ugye? Ezt a Kiszka nevű embert nem ismerem, hogy milyen. Majd kiderül. Egy hétre pedig kiderül. És onnan elüldöznek románokat, akik elmenekülnek New Yorkba. És hát New Yorkba, Bukarestből Nagyváradon át vezet az út. Ugye ez a Brassó, Segesvár, Nagyvárad, Budapest, és úgy ki a Budapestről Legfiumébe, a magyar királyság kikötővárosába, és onnan Amerika, New York. A mostani magyar gyűlölő New York-i zsidók egy része az Romániából, de a nagyobb része az Galíciából származik. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, csak most erről nem akarok, nem te tartozik. És Adi, meg a Szabadság lap őt küldi ki, Adit, hogy megáll a vonat, ezek kiszállnak és kérnek kenyeret, és Adi egy nagyon szép cikket ír ezekről a Romániából menekülő zsidókról, és azt mondja, hogy írja Adi, hogy ezek a zsidó emberek, ezek románul kérik, hogy pite, pöjne a kenyér, mindegy, kenyeret, meg stb., és hogy micsoda szörnyű sorsuk van, stb. És később Adi ír egy verset, a bélyeges sereg. Hát ezt olvassák el, a bélyeges sereg. Most jelent meg egy könyv, a budapesti, milyen mondom,
kiadónál egy Jeruzsálemben élő, de Budapesten született zsidó ember írta, eszembe jut a neve, mondom, de körülbelül te, lehet, hogy Kőbányai János, de lehet, hogy azt nem mondtam. Van olyan? Akkor ő, mindegy, és ott ezt a verset, mint a zsidóságról, keresztény ember által a zsidóságról élő legnagyobb verset idézi. A vers óriási. Kár, hogy ők nem írnak ilyet a magyarokkal kapcsolatban. Helyette milyen verset írnak? Zárójel, muszáj kiöntenem a bennem lévő feszültséget. Petri Gyuri, Petri György, Kossuth Díjas költő, írt egy verset. Ezt el szoktam mondani, a legócsmányabb. Zakatolott szent család. Zakatolott. Mint a mozdon. Bocsánat, gyerekek, muszáj elmondani. Zakatolott szent család, Isten dugja Máriát. Jaj, bizony, jaj, bizony. És a József, aki ezt, mint férj, tudja, lemegy a kocsmába, és a kocsmásnak elmondja, hogy képzel, és a József szájából, majd jön a honkormány, és miatt a vers miatt Kossuth díjat adott Petri Györgynek. Isten nyugasztalja, mert szörnyű betegségben nem sokkal később meghal, Kossuth díjat kap. Tehát Adi, a mi Adi írt a... Tessék? Híresen szemét liberális úr, csak mesélek. A Petri Gyuri. Éppen. Igen, arról külön lehetne beszélgetünk, azt hiszem. Antal Örökhez írt egy olyan verset, hogy az adom, hogy... Na mindegy, maradjunk Adi elé. Adi ekkor, hát durva, ha azt mondom, hogy végzetesen, de végzetesen zsidó baráttá vált. Ami nem baj. Én is például zsidó barát vagyok. Csak azokat a zsidókat, akik a magyar keresztény nemzetállamot szétbomlasztják, azokat én nem szeretem. Én például szeretem, mondok egy zsidó költőt. Mindjárt ismerik ugye, hogy nem kell nekünk a más folyója, nem kell nekünk a mások bérce, csak magyar hegy és magyar róna, nagy feró, ahogy az Isten rég kimérte. Kicsit hamis volt, Falu Tamás, apja anyja zsidó, vagy Mécs László, és a többiek, ugye, vagy Radnóti, vagy valami. Na, mindegy, Adi belekerül egy adott környezetbe. Nem a rabbikat ismer, nem Isten hívő szerény zsidó embereket, hanem a neológ zsidóság, most mindegy, most egy Ágoston Péter, Augenstein neve, Ágoston Péternek a 917-es könyvét megkapta végre a fővárosi könyvtárban, amit Tarlós úrét, fővárosi Szabó Ervin könyvtár, ugye Schlesinger könyvtárnak nevezik. Azért nem kedvelem a Szabó Ervin, nem azért, mert zsidó, mert a temetőbe a Ducsinszkainál tervezte, hogy megöli a magyar király miniszterelnököt, Tiszát. Kérem, ha valaki magyar és keresztény és miniszterelnök, arra vadásznak. A rendjesek vadásznak. Nagyon érdekes. No, a helyzet az, hogy Adi itt egy sajátos, tehát itt ez a vége ennek a résznek, sajátos nagyváradi társaságba kerül, és egy idő után elégedetlen lesz a szabadságnak a kormánypártiságával. Mert Adi egy szabadszájú, nagyon szabadszájú fiatal ember, soha semmikor nem tesz lakatot a szájára, és bizony ír olyanokat is, amit utána megbánt. Például 1908. november 15. a Duk-Duk affér. Azt egy kitörési kísérletként majd mindjárt elmesélem, hogy én mit gondolok arról. Az irodalom történetben egészen más van arról, de mindegy. És átmegy a Nagyváradi Napló című laphoz. A Nagyváradi Naplónak a szerkesztőségében körülbelül fele arányban vannak keresztények, meg fele arányban zsidó emberek, de nem kormánypárt, hanem ellenzéki lap. Na most 1901. április 22, ez egy jelentős nap Adi életében, mert ekkor megjelenik először az országos sajtóban. Adira, gondolom ez költőkre, szerintem a történészekre is jellemző, hogy híresek akarnak lenni. Híresek. Ez teljesen érthető, pláne ha valaki 20-akárhány éves, 24 éves, egyhogy nagykorú fiatal ember és fölfele törekedik, és megírja a Nagyváradi Kanonok sor kapcsán a cikkét, aminek a címe az Egy kis séta. Ez tananyag most az iskoláinkban, úgy tudom, legalábbis bizonyos iskolában biztos tudom, Egy kis séta. Ebben Adi
a következő történik. Hát ugye lezárul a redakcióba, a szerkesztőségbe a munka, elmennek Félix fürdőre, berúgnak, mint az állat, gőzfürdő, reggel mennek haza egy szabadkönyvessel, és megállnak ott a kanonok sornál, ott a kanonok sor sárkán, és mondja neki ez az ember, hogy látod, Bondikám, itt élnek ezek a kövér disznópapok, akik miatt a külvárosban nyomorognak az emberek. Aha, Adi hazamegy, le kell adni a cikkét, és megírja. És úgy kezdi, hogy egy kis sétát, tettem egy kis sétát, elmentem a külvárosokba, ott láttam a nyomort, meg stb. És akkor a kanonok sor, meg láttam a kövér papokat, akik semmit tevők, stb. Stb. Na most én vettem a bátorságot, itt le van írva részletesen, hogy kik voltak ezek a kanonokok. Nem fog neveket mondani, a legnagyobb magyar középkorás szakförténészek voltak. Csak ebben reverendába. Tessék nekem elhinni, hogy a pap is ember. A pap is ember. Ezt liberális körökben, nem önöknek mondom, bele a levegőbe, liberális körökben, ebben a szabadkönyves iratokból, most már több tízezeret elolvastam, kifotoztam az országos levéltárba, ezt nem egészen így gondolják. Meg mondok erre példákat. Adi is. Ma mondom, hogy ki az a két püspök, hogy egész élete végig üldöz a cikkeivel, Prohász Kattokár, Gróf Majlár, Gusztáv Károly. Majd mindjárt elmondom, csak még nem tartok ott. Most Adi szellemiségének a megteremtésénél tartunk, és ez Oradea Mare valahogy a nagyvárosban történik. Amikor még Szent László szobra, ott áll a főtéren, ahol most a Mihály Viteazu nevű rabló gyilkosnak a szobra áll. Az egy kis séta óriási visszhangot vált ki, és most megjelent Nagyváradon egy Péter I. Zoltán és egy Tóth, nem mit eszembe a neve, és apró betűen nem látom, hivatkozok rá, egy külön könyv Adi Endre Nagyváradi pere. Ők nem tudják, de nagyon jó a könyvük, hivatkozok, tehát húszor rá, de az a nagyváradi szabadkönyves Páholy megvédi Adit, kidobva. Ugyanis beidézi kihallgatása a vizsgáló bíró a László király Páholy tagja. A bíróság elnöke a László király Páholy tagja, és Adi Endre védő ügyvédje, akinek most meg nem mondom a nevét, de itten benne van, az is szabadkönyves. Tehát a Páholy munkán megbeszélik, hogy hogyan, és akkor egy olyan vétségért, tehát a keresztény stb. Állam támadás, aminek minősült ez a cikk, körülbelül olyan 3 hónap államfogházat, és 1-2-300 korona büntetés, pénzbüntetés szoktak kapni. Itt a lábizetben hozok is konkrét példákat, hogy amaz az újságíró. Ennyit kapott, Adi Endre pedig kapott, mit tudom én, 3 nap államfogházt, és 10 vagy 15 korona büntetést. Nem lehetett megcsinálni, hogy nem büntetik meg, mert botrány volt, és Nagyváradon volt a püspökségnek egy lapja, amit ugye ők klerikális reakcionárius lapnak mondtak, és hát ott kitállalták az ügyet, hogy ki kicsoda, meg micsoda, tehát nem tudták kimenteni a sitről, úgyhogy 3 kemény napot Adi a börtönben töltött. Élete végig visszatér erre a szörnyűségre cikkeiben. Kérem szépen, természetesnek veszik liberális felfogású embertársaink, hogy a kereszténységet azt lehet gúnyolni, köpködni, léha, élfajház, kizsákmányú csőcselétnek nevezni, a legnagyobb kanonokainkat történetesen. Ugye 11 kanonok, mert a kanonok fele Rómában volt, ugye? A másik fele meg Nagyváradon, meg Budapesten, és megvárták, sokáig tartott ez a per, megvárták, ami mind a 11-en aláírják a följelentést. Annyira fölháborítónak tartották. Többen címzetes püspök voltak, stb. Itt részletesen leírom. Nem érdekes történet, ugyanis Adit, ez az egy kis séta című cikke, budapesti hírlapok, újságokban, például volt egy Vészi József nevű úr, Weiss, Vészi Weiss József, majd a Darabont kormánynak lesz a sajtófőnöke. Vészi Margit édesapja, ugye a Vészi Margitot, azt a Molnár Ferenc vett el, 7-szer váltak el a Molnár Ferenc, meg a Vészi Margit, rém történet, ugye? De majd erről mindjárt beszélek, Adi életénél tartok. Lényeg az, hogy Adi e cikkével belekerül az országos nyilvánosságba. Hogy jött le ez a fiatal Adinak? Ez úgy jött le,
hogyha ilyen típusú cikkeket írok, akkor a pesti sajtóba be lehet kerülni. Ez egy teljesen torz útra vivő tényező volt. Tehát Nagyváradon belekerül egy bizonyos zsidó körbe, belekerül abba a típusú sajtóba, ahol lehet ócsárolni, gyalázni a kereszténységet és annak a papjait, ugye? Mert ha a papot, tehát nem lehet elválasztani az egyházat meg a vallást ebből a szempontból szerinted. Ha a papot, azt mondom, prohászkodtok el egy kanélbe, szó szerint, akkor azon a római katolicizmus és a kereszténységet is gyűlölöm. Tehát nem lehet a kettőt elválasztani. Én csak prohászkára az emberre mondtam, majd mindjárt erre visszatérek, csak az később volt. Prohászkát már a prohászka püspök kiválása előtt is gyűlöltem. Ezt tartott Nagyváradon prohászka egy előadást, és olyan pap volt, egy magas, sudár, jóképű férfi, hogy írja Adi, hogy tódultak főleg a nagyváradi asszonyok az előadására. Na de prohászka külön a férfiaknak is csinált előadást, ott más kép kell beszélni, mert a férfi, a nő az nem ugyanaz. Erőt eszembe mit is hallottunk itt? Hogy valamelyik országban, kimondta a legfelső bírság, ma Ausztrália? Most a kocsi rádióba, hogy jöttünk. Hogy egy ember, ő semleges. Tudják, mi semleges? Svájc, az semleges. Nagyon érdekes. Na mindegy, akkor ennyire nem durvult el a történet. Láttam, az ausztrál kormány fölizgatta a kedves hallgatók fantáziát, de milyen lehet egy semleges ember. Na mindegy. Majd az ATV híradóba megláthatom. Ugye minden nap két ATV híradó. De könnyen megállták, mert tessék elviselni. De az A televízió, az a magyar ellenes zsidó fagyűlölet, magyarul beszélő tévécsatorna. Tudom bizonyítani. Ami Tóta V. úr az egyik este csinált, egy Tóta V., nem tudom, hogy V. az mi lehet. Árpád a keresztény. Árpád, igen. Árpád apád, Tóta V. Árpád apád. Az félelmetes, hogy a magyarok azok bunkók, sötétek, birkák, stb. És az elhangozhat. És a Kálmán Olga úr nem mondja azt, hogy bocs, de. Vagy ahogy ők mondják, bocsika, ez már mégis túlzás. Na mindegy, ez a folyamat, amiről most beszélünk itt, zárójelben a TV, ez akkor indul az első világháború előtt. Akkor indul. Ebben a kötetben Adinak alapvetően, mert a verseiről keveset tudok írni, mert a Nagyváradon írt versei, azok nem olyan nagyon nagy, de azért van nagy vers is közöttük. Mondok két Adi verset. Érzékeljék, kedves hallgatóim, a különbséget. Két szerelmes versről van szó. Mit bánom én, ha utcasarkok rondja? Csak elkísérjen egész a síromba, álljon elébe, talán milyen nyár van, stb. Ezt Váradon írta először, és különböző, van egy hegedűs nevű szerző, 957-ben írt egy könyvet, mindjárt mondom a nevét, nem Hegedűs András, nem Hegedűs Miklós, nem Hegedűs Géza. Nem a Géza az irodalomár, hanem a mindegy. Majd, nem a Püspök. 57. Ő írja, hogy Adi ezt a versét 5 vagy 6 alkalommal különböző lapokban publikálta, mert mindig, amikor új barátnője volt, akkor azt mondta, hogy figyelj, írtam egy vers kis jövő héten közben, és rólad van szó, meg stb. Ilyen hódítási dolog volt. Ez egy egészen züllöttséget tartalmazó költemény, de tetszett tudni, hogy ahol liberalizmus van, ott nem csak nappal van liberalizmus, éjszaka is liberalizmus. Adinak, szegénynek a betegsége, az első vérbajos fertőzése, az éppen ekkor történt, egy Rienzi Mária, Novák Mária, Rienzi művész nevű Mária nevű Bretli, ilyen tánc, az ilyen színpadot, az ilyen fából látott színpadot, mondják Bretli színpadnak, az operett művészetben, ugye, majd az operett és a népszínű közötti különbség, hogy Adinak mi az álláspontja, nagyon fontos, elfelejtsen mondani. És a másik, már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet,
már vémülő szememmel őrizem a szemem, bocsánat, lehet, hogy összekevertem a sorokat. Micsoda óriási különbség. Az egyik világtörténelmi jelentőségű, már vémülő szememmel, stb. A másik pedig a erkölcsi nihil, gyönyörűen megírt, rímes, kétsoros versbe beleírva. Ugye a nagyváradi költemény, a csiszka az egy furcsa fordulat ad életébe, majd mindjárt elmondom. De be kell fejezem Nagyváradot, mert nagyon nagy az idő. Adi verseit szoktuk idézni, ott kezdtem az előbb, ugyanakkor ajánlom figyelmükbe, én többször elolvastam és elemeztem, először fejben, szívbe, lélekbe, agyba, és aztán végén filoszként is Adinak a prózai munkásságát. Adi novelláit, azt még az irodalomárok is, még az Adi üzletben működő irodalomárok is, hát nem olyan nagy dolognak tartják. Van egy nagyon érdekes, egy keresztvetés története. Mindjárt mondtam, egy keresztvetés története, nagyon furcsa politikai novella. Azonban körülbelül, hát nem körülbelül, hanem mondom pontosan, olyan 3 és 4 ezer közötti újságcikke van, akkor ugye hírlapi cikknek nevezték, újságcikke van Adinak. Az interneten is rajt van, meg ki is van papíron adva, 11 kötet, 11 ilyen nagy vastag kötet. Hihetetlen tanulságos. Én elsősorban Adinak nem a versével foglalkozok ebben a könyvében, mert mondtam, hogy nem igazán vannak nagy versek Nagyváradon, hanem a prózájával. Egy kis séta, mondtam előtte a román témájú cikket, és vannak a konkrét kormány ellenes támadásai. Adi Endre ugye 1899-től 1903-ig egy szombathelyi, vasmegyei birtokos mintatehenészeten, stb. Szél Kálmán nevű úr a magyar király miniszterelnök. Ez a Szél Kálmán megpróbált kis rendet csinálni a liberális Magyarországon. Kérem, én elmondom a véleményemet, a liberális Magyarországon csak akkor lehet a gazdaságon, a politikában, a művelődésben, a kultúrában rendet rakni, ha magát a liberalizmus szüntetjük meg, azt a szélső formáját, máskülönben nem megy. Tehát ha a pozícióba adjuk az ellenséget, akkor nem tudjuk legyőzni. A nagyváradi időszakban írt első 3 kötet az olyan, hát 1000 körüli hírlapi cikke. Rövid cikkeket írt Adi, hosszú írásai nem nagyon vannak, fél oldal, stb. De teljesen kiderül belőle, hogy amikor a Léda asszony, ezt én a könyvemben a Léda asszonyt, az asszony mindig idézőjelbe teszem. Szomorú lenne, ha egy ideális asszony az olyan lenne, mint a Léda asszony. Itt leírom a Lédának a múltját. Van egy régi szabadkönyves magyar keresztény család, Benedek. Benedek Elek. Én még ismertem az öreg Benedek Istvánt. Nagy MDF-es volt, én onnan ismerem. És őneki van egy könyve, Adi Endre házassága és szerelmei, vagy valami ilyen könyve, 90 vagy 91-ben jelent, még jött az öreg, és ő leírja ezt a Léda történetet, azt a fajta furcsa züllöttséget, amit ez a egyébként szerencsétlen sorsú Léda, mert 34-ben, amikor meghal, az Aditól kapott vérbaj egyik következményében hal meg. Tudják, hogy 34 elején meghal a csiszka, és 34 őszén meghal a Léda. Nagyon-nagyon furcsa, tragikus történet. Adinak a nő ismerőség. Megjelenik a Léda, Adi megismeri, és egy furcsa dolog történik azzal a nagyon-nagyon szoknyapecér fiatal emberrel, beleszeret ebbe az asszonyba. A Léda 5 és 4 évvel, vagy itt nem írom, csak elfelejtettem, körülbelül 5, hát szóval egy fél évtizeddel idősebb, és ha azt mondom, hogy egy tapasztalt úrhölgy, akkor nagyon keveset mondtam. Na most az az igazság, ezt a levelezése, Adinak 3 nagy, ilyen 800 oldalas levelezés kötete van, ebben tegnap írtam ki részleteket, az internet fantasztikus dolog. A levelezéséből derül ki Adinak, 903-4 fordulóján, csak 904-es levelezéséből, hogy a Léda, ő bizony nem szeretett bele a fiatal gyerekbe. Ő neki nagyra törő vágyai voltak, nem a férje, a Diósi Ödön, aki Nussbaum volt. Nussbaum, vagy Ediófa, onnan lett Diósi, először ível, aztán
már a sírkövén Y-nal van, de nem baj, mégis egy rendes, képes lapkereskedő ember volt, majd mindjárt mondom az élettörténetüket. Ez a Nussbaum úr, meg a felesége, a Léda, ezek köztörvényes bűnözők voltak, kérem. Azt írja a hitelbe X úr, hogy hogy írhatok én ilyen hülyeségeket, amikor nyilvánvalóan nem igaz, nekem a Bennelik István könyvét olvasni, mert nem én találtam ezt ki, és megtudtam valahonnan. De valóban, valóban, ugyanis a Léda az egy magyar királyi főhadnagynak volt a 8 éven át, vagy 6 éven át a mennyasszonya. Már nyíltan mutatkoztak, ugye, ami akkor nagy dolog volt, tehát akkor a diszkóbokor szex az még nem volt divat, tehát egy úr meg egy hölgy mutatkoztak, és nem férj és feleség voltak, akkor azokat megtegykálta a világ nyelve, a világnak nagy nyelve. És akkor egyszer csak a főhadnagy urat elhelyezték. Pont azután nem sokkal, hogy a Léda édesapja, ez egy nagyon tehetséges zsidó gazdálkodó ember volt, a Brühl Samuel, csak Samu volt. Ugye mind az ember, tehát a történész az olyan, mint a disznó, hogy a disznó mindent megeszik, a történész meg mindent elolvas. Most én már annyi minden, ilyen hülyeségeket tudok a Léda édesapjáról, hogy 150 centi magas volt, vagy 151-2 centi magas volt, 130 kiló volt, és mit gondolnak urak, napi mennyi korsó sört ivott? 5-6-ot, menjünk följebb. 20, majdnem jó, 25 korsó sört ivott. Hát azért ez már nem semmi. Én egyszer Erdélyben megittam 4 darab ursus sört, és alig bírtam a szállásra elvezetni. Igaz, ez még fiatal koromban volt. Na mindegy. Az ursus sör, ismered? Mert 1878-ban kezdték el Kolozsvár gyártani, ami akkor még nem Románia volt. Tessék, ha ott vesznek egyet, rá van írva angolul és románul, hogy mondom magyarul, a sörök királya Romániában. Színsztet? 1878 óta. Hoppá! 1878-ban még nem stimmel a dolog, mert ez még nem Románia volt, a sör az igaz. És amikor a múltkor Kanadában voltak előadásaink, ott nem lehet akárhol sört kapni, meg alkohol. Egy ilyen liquor store-ba bementünk, egy óriási nagy liquor, volt ennyi fal sör. Na mondom, most megnézzük, van-e kőbányai, világos, vagy Dreher, Antal. Magyar sör volt nulla kétszer áthozva, egy méter sáv ott volt az ursus. Igen. És a másik, a Timisoreán, ez a másik, ez szerintem még az Ursusnál is jobb sör, de ezt most megvitassuk meg. A Timisoreán, Temesvári sör. Bere Timisoreán. Ráadásul 1772, vagy 1727, mint 1772. És most megjelent egy új doboz, és rá van írva románul és angolul, hogy Savoyai Eugene románul, Savoyai Jenő herceg 1772-ben megalakította a Fabrica de Bere a Románia első sörgyárát. Térjük vissza a helyet. Tehát van egy nemzet itt a szomszédunkban, nem csak a területünkből tart egy elég nagy területek megszállása alatt, hanem még a sörbe is hazudik. Ez borzasztó lehet. Borzasztó lehet. Na mindegy. Tehát Léda, mikor a főhadnagy tönkre ment, mert a Brühl-Samu tönkre ment a törzsdén, mindegy, nem részletezem, akkor a főhadnagy elhelyeztette magát a Bennelik István szerint. És ott maradt a lány egyedül. Most hát nem álltak vele urak szóba, mert hát ugye 8 év, 6 év az azért, ki tudja, mi történt ottan. És akkor ő belépett a nagyváradi Lezser klubba. Ez volt a neve, Lezser klub. Ott ilyen alkoholisták, meg minden, mindegy, fehér népek voltak, és ott eljárt velük, stb. Kísérő nélkül, ami ott volt, és egyszer csak hazajött Szófiából a Nussbaum család kereskedő fia, a Diósi Ödön, akit ugye levelezőben Dodó, az a neve, hogy Dodó. És a lány elhatározta, hogy hozzám egy férhez, és ahogy lenni szokott, hozzám egy férhez. Nem akarták hozzáadni, több ok miatt most nem, nincs időben részletezni, Bernadett István gyönyörűen leírja, Isten nyugosztalja, és elköltöztek a Léda meg a férje, ez a Dodó Nussbaum, vagy a Diósi Ödön úr,
Szófiába. És egyszer csak kezdett menni a biznisz. Olyannyira, hogy a Léda húga, a Brühl Berta, aki majd a 1909-től vagy 10-től Adinak a budapesti barátnője, a Léda, a nővér pedig a párizsi barátnője. De nem Elvi barátnője, hanem... Családi barátnője. Nagyon érdekes család ez a Brühl család. És a lényeg az, hogy ez a lány írja le az emlékeiben, hogy voltam náluk Szófiába, és még megdöbbentő volt, mert még a cár is fogadta őket. Bolgár fejedelemség 1908-tól cárizmus. Tehát akkor még nem cárnak hívták, de mindegy, az uralkodó fogadta őket, stb. És egyszer éjszaka, éjfél után egy magasrangú tiszt jött hozzájuk civilbe, hogy Herr Diósi azonnal meneküljenek, mert a rendőrség, stb. És a Benedek István, remélem nála olvasta, teljesen mindegy, kiderítette, ez a kaszinóépítés, ez egy furcsa üzlet, a kaszinóépítés, hogy nem itt a Velencei tó partján, hanem Szófiába akartak egy modern, nyugat-európai kaszinót csinálni. Ugye ez az, amikor Kelet-Európában, a nyugati kultúrából a szenny, a szemét és a mocsok átjön, kaszinónak nevezik, ez van kiírva. A falon belül, hogy mi van, fölvett valami 48 ezer korona összeget egy banktól a Diósi úr, és nem fizette meg, és aztán a bank a bírósághoz ment, és a pénz közben elment, nem tudták visszajönni, stb. Összepakolták a ucimucit, és elszöktek Athénba, Belgrádba, onnan elmentek Athénba, és onnan, hogy nehogy megtalálja őket, akkor még ilyen nemzetközi egyezmény, ezek szerint nem volt kiadatási, elmentek Párizsba. És a Léda, amikor megjött, na most a Lédának volt két húga, a Berta, Padinak a barátnője, meg volt egy harmadik, a Margit, azt hiszem, aki ilyen szellemi fogyatékos lány volt. Adi annyira beleszeretett a Lédába, ezt a Margitot majd oda viszi az ideshez, a falujába, hogy a szülei vigyázzanak rá. Mert a Berta az Pesten volt, amikor Léda szülte volna Adinak a lányt, 907-ben, akkor meghalt előtte egy hónappal meghalt a Léda anyja, tehát ott volt a kislány, egyedül Tétova Béna, szellemileg fogyatékos, szerencsétlen gyerek, és Adi azt mondta, na majd én megoldom a helyzetet. Most ez a Léda, ez olyan nő volt, hogy Adit verte. Az Adi Endre öccse, Adi Lajos, annak volt egy partiumi faluból származó, nem Kaiser, hanem nem jut eszembe a neve, én nagy vastag emlékiratot írtak közösen a Dénes Zsófiával, aki Adi egyik majdnem felesége lett, majd mondom. És ebben is olvasom, hogy hát a bandi néha úgy jött le az emeletről, meg úgy találkoztam vele, hogy mintha megverték volna. És mondta, hogy te mi van veled, bandi, mert legurultam a lépcsőn. Vagy mindenféle kitalált, és bevallotta, nem az asszonynak, tehát a sógornének, hanem a Lajosnak, Adi Lajos, Adi Endre öccse, pár évvel fiatalabb főgimnáziumi tanár, aki Budapesten szabadkönyves szintén. Adi, már mindenki szabadkönyves. Majd Adi esküvőjét elmondom, mert az egy elég történet. Amikor Léda hazajön Párizsból 903 egy szép meleg őszi napján, koraőszi napján, és találkozik Adival, akkor már nem egy kis senki ruha nélküli, mert a két lánynak ezt kezdtem mondani, a vagyonából kártalanítják a bankot, megszüntetik a nyomozást, tehát már nem kell, hogy őket lefogja akár a párizsi, akár a magyar királyi államrendőrség, vagy csendőrség, vagy valami. Akkor ugye városban volt a rendőrség, faluban a csendőrség. Nagyon egészséges dolog volt. Az én anyai nagyapám csendőr volt, tudom, amit tudok tőle a csendőrségtől, és te nyugodtalva, az apai nagyapám meg katona volt. Altiszt, matiszt, nagyon furcsa dolog. És amikor Adi megismeri Lédát, az egy francia parfüm, 2 méteres körzetbe el lehetett ájulni a francia parfümtől. A Benedek István írja, hogy a fül- és orrcimpáját külön festette, szóval a Párizsból a leg, hogy nem csak művészibb dolgokat
sikerült hazahoznia, és Adi beleszeretett. Na most kezdtem mondani a levelezését. Adi leveleiből kiderül, hogy a Léda, hogy mondjam csak udvariasan mondva, mindjárt mondom a történetet, ami a bizonyító történet, ő nem szeretett be Adinak, Adiba, Adi azonban mélységesen belezúgott, őrült szerelemre keletkezett, ez becsülendő dolog, mert mutatja, egy tiszta lelkű fiatal gyerek volt, beleszeretett a Lédába. Na már most, a Léda többször felutazott Budapestre, és egyszer Adi kapott a szerkesztőségbe, akkor úgy ment, hogy a redakció szabad napot, és felutazott utána, és bement a Léda szállodájába, és ott találta Lédát a legnagyobb szex közben, az Adinak a férfi nagyváradi barátjával. Hát, ugye Adinak ez egy nagy csalódása. Most miért mondom ezt? Nem azért, hogy a Lédát lemoskolja, távol áll tőle, hanem az, hogy Adinak a lelke hogyan alakul. A kapcsolatuk az 9 évig tart, kicsit kerekítve, a 9 év alatt a veszekedéseiknek és a verekedéseiknek nagy része az erről a történetről szól. És a Adi írja egyik levelébe, meg egy, van egy vers, hogy Léda bosszú hímmel megbosszulja a dolgot. Mert hogy amikor Adi elment Párizsba először 1904-től elejétől 905. januárjáig, majdnem 11,5 hónapig, akkor még ott rendben voltak a dolgok, de akkor már voltak közöttük cirkuszok, és hát ugye egy emelet különbséggel laktak a diósi házaspár, és Adi ott volt este náluk, és mondta, hogy na, én megyek aludni, de nem fölment az emeleten, hanem ment párizsi nyilvános házakba, és most van a Zeiser Endre professzornak. Nem egy kimondottan szélső jobb oldali ember ez a Zeiser, viszont van egy nagy vastag könyve, amelyben 40 oldal Adi egészségügyi helyzetéről szól. Ablonci úr a Hitel című lapba gúnyolódik, hogy én milyen zúg ember vagyok, mert hogy Adinak a vérdolyait számolom. Hát nem én számolom. A Zeiser meg elolvashatta Adinak a titkosított egészségügyi papírjait, és a kórtünetek jelentkezése, fekély ekkor, tehát a fertőzés akkor előre-vissza, azt mondja a Zeiser, hogy 2, de valószínűleg 3-szor kapott vérbajos fertőzést. Ehhez nekünk semmi közünk, ez Adinak az írói, költői minőségét nem ezt szabja meg. De a betegsége, ami miatt aztán súlyos tünetei voltak, ami miatt aztán, amikor feleségül vette a csészkát, már nem tudta elhálni a házasságot, viszont ajzószereket vásárolt a csucsai zsidó patikáriusnál, aki ezt a 20-as években elmondta, Adi úr szörnyű ajzószereket vásárolt, egy román cselédlánynak csinált Adi egy gyereket. Petre Csucsánu. Mindenki hallgatott róla, utólag elmondták, és nem tudom mennyire ismerik a történetet, majd a harmadik Adi könyvben hallottak élén, vagy valami ilyen címe lesz. Szörnyű, tragikus Adi életen, nagyon-nagyon sajnálom őt. Megírom, hogy megszületett ez a román kisgyerek, 907-ben először a Lédától született majdnem egy kicsi lánya, egy fekete hajú kislánya, 6 ujjú volt. És mindenki tudta, a dodó is, a férj is, hogy ez ennek a gyereknek a papája, mert ő nem tudta Lédán a gyereket csinálni, a dodó, ez Adi, a Bandi, Adi Bandi, így nevezték ők egymás között, és meghalt a lány, az anyja hasába halva született, csak tragédia volt, Adi sírt, zokogott, de nem volt ott, hanem Dunavarsányban volt a Vészi József lányának, a Margitnak udvarolt, akkor majd a Molnár Ferenc, innen már tudják a történetet. A Vészi Margit húgát, az pedig a Bíró Lajos, Adi barátja, Bíró Lajos elteneve Blau Ezékiel, Bíró Lajos, majd a Károlyi kormányban lesz külügyi államtitkár, vigyázott, mint a Martinovics Pálai szabadkönyvesen. Ez egy rémtörténet, ugye Adinak, én úgy nevezem ebbe a könyvbe, van egy felett, hogy a keresztapák és a keresztanyák. Ilyen Rienzi Mária, Léda, Rülberta, stb. Na, a lényeg az, hogy a román gyerek megszületik, 16-ban vagy 17-ben, nem is tudom, mert 17-től már Budapesten laknak, mert meghal az öreg bonca, és akkor a vagyon az övék lesz. És amikor a háború végén jön a román világ, megszállják Csucsát is a mostani megszállók, a románok, akkor ott van ez a kicsi román fiú, 6 ujja van. Mindenki tudja, hogy Adi. És a
Csinszka eladja 20-ba, 21-be, 22-be, mindegy. Eladja a Csucsai kastélyt, most Octavian Gauguin múzeum, ugye? Most avatta a Balogh miniszter úr, ő excellenciája, az Adi, az oldalházba a kis Adi, micsodát. Most egy hónapja, és a Goga, aki román, a román királyság, Nagy Románia, 296 ezer négyzetkilométer, Európa 8. legnagyobb ország lesz román királyság, haladható minisztere ezt a gyereket fölnevelteti. Nevet ad neki, nem volt neve. Azt a nevet kapja, hogy Petre Csucsánu. Csucsa, románul Csucsa, Csucsánu, Csucsai Péter. Csucsai Péter. Tehát Adinak, Endrének és Lajosnak, a két testvérnek nem születik gyermeke, Adinak nincs magyar leszármazói vonala, de van most egy román leszármazói vonala. Hát azért ez már nem akármi. Nagyon érdekes. Nem a művei szempontjából fontos, hanem az élete szempontjából fontos. Egy művésznél borzasztó fontos, hogy milyen az élet. A helyzet az, hogy Adi elmegy először 11,5 hónapra Párizsba, és ott kezdődik ez a furcsa hármas élete, hogy a Léda az a Dodóval hál, de amikor a Dodó nincs, Adival hál, mert ez már kínos, mert kínossá válik, és hármasba veszekednek, akkor ők elmennek a déltengerekre. Marseille, Nizza, Monaco a kaszinó, ugye? Ez egy nagyon érdekes dolog, nem egyszer eljátsszák a pénzüket. És bizony előfordul, ezt a Benedek István könyvből lehet tudni, de több helyről is, mindegy levelezésből is, hogy a Léda a férjéhez fordul, hogy kérlek, Dodókám, küldjél meg kis pénzt, mert a bandia eljátszotta, stb. És a férj küld. Nagyon érdekes élettörténet. Az abszolút kettős játék. Soha, semmikor, semmi nem igaz, de durván akarok fogalmazni, akkor azt is mondhatom, hogy Adi életében szinte minden hazugság. Na most milyenek az írásai? Ugye az első komoly verseit, Góg és Magók fia vagyok, itt járva döngetek, kapucsfal, és mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátokat? Ő nem tudta, hogy Dévény váránál a Szlovák Nemzeti Mozgalomnak a radikálisai fenekednek minden évben 50-szer, ez nagy szlovák soviniszta gyülekezési hely volt, de ez most nem ide tartozik. 906. februárban jelenik meg az első Új versek című kötete. Én ezt a könyvet elolvastam, gyakorlatilag a Kosztolányi Dezsővel kell egyet értsek, meg a Babits Mihállyal. A mostani május közepén megjelenő A baloldali Adi című kötetemben idézem Kosztolányit, Adiról, Babicsot, Király Istvánt, az egy református polgár leninista, ez a legrosszabb. KB. Tessék? KB tag. KB tag volt? Igen. Talán ön is KB tag volt? Bocsánatot kérek, ez nagyon szemtelenség volt. Ezt nem tudtam. Református papgyerek, borzasztó. És a Lukács Györgyöt, meg sok mást, Kosztolányi Babits levelezését érdemes elolvasni, most már nem titok, el lehet olvasni ekkora nagy könyvekbe, hogy megállapítja ez a két fiú, két zseniális költőnk, írónk, Babits Kosztolányi, hogy Adinak talán 30 nagy verse van. Na most kérem, akinek 30 nagy verse van, az a világirodalom egyik legnagyobb költője lehet. Majd mondom mindjárt, melyikek ezek a versek. A publicisztikája, ami engem különösképpen érdekel, és ami abszolút ismeretlen Magyarországon, csak a téma specialistái ismerik, Király István azt mondja, hogy Adi forradalmárrá válik. Ez igaz. Adi önmagát forradalmárnak tartja, és ennek megfelelően több száz hírlapi újságcikket ír. Először a Szabadságban ott nem, az kormánypárti lap. Átkerül a Nagyváradi Naplóba, ott már igen, és amikor Párizsi első útján találkozik ezzel a bizonyos Vészi Józseffel, aki a Pallas irodalmi és nyomdai RT részvénytársaság, ugye a Pallas nagy lexikon, aztán majd ez Révai tulajdonban meg, minden is nem mesélem ezt el, mert nem ide tartozik. Zsidók ölik egymást, hogy kié legyen a haszon, de most nem ide tartozik, mert a könyvkiadás is ez.
most is ez Magyarországon. Rémtörténet, ezek a söpredék könyvek nulla állami támogatást kapnak. Ugyanakkor El Simon államtitkár, ő excellenciája, pedig mindegy kastélyára, nem tudom, hány tucat milliót ebben ma olvast. Na mindegy, furcsa, furcsa világ ez a világ, de ez 14 előtt is már nagyon furcsa volt. Adi Endre Ferenc József irodalmi díjat kap. Mert a díjbíráló bizottság, mostani kötetem vagy a harmadikban lesz benne, csak érdekességképp mondom, és akkor folytatom a vonulatot, díjbíráló bizottság tele volt szabad könyvesekkel. És szóltak a váradiak, hogy te ennek adjátok. És akkor Adi megelőzött két író férfiút, és egy fehér nép írót, aki tudjátok, hogy Dormai Cecil. Nagyon érdekes dolog. Vészi Endrével találkozik Párizsba 904 végén, és az a Vészi, aki Vészi Margittal van, itt az a Vészi Margit ilyen festőművésznő, stb. Azt mondja neki, hogy Bandikám, ha jössz haza, mert nem maradhatsz itt örökké, akkor gyere, várlak szeretettel a lapomba, a Budapesti Naplónál. És a Budapesti Naplóba 905. januárjától 908. kora őszi nyár végéig gyakorlatilag majdnem az egyetlen sajtótermék, ahol Adi publikálhat. Vannak még más sajtótermékek is, hát egy kisebb lapok, vasárnapi újság, friss újság, stb. Ezek annyira nem fontosak sajtótörténeti szempontból, bár ezeket én mind buzinkaiféle sajtótörténetet, az a fejemben van az egész, de a Budapesti Napló mellett Adi 906-tól körülbelül, 2006 végétől, 907 elejétől kezd publikálni a Népszava című lapban, Népszava, onnan van az ismerettsége egy korábbi temesvári tanárral, Kunfi Zsigmonddal. Ugye, akik Kónnak is mondanak, meg Kunstetternek is mondanak, mindegy. A temesvári tanárember is ott Szozdem lesz, mint fő reáliskolai tanár, és kivágják, és menekül Budapestre, ugye? Budapest az a balos zsidóknak egy furcsa gyűjtőhelye. Nagyon érdekes. De Adit nem a Kunfi Zsigmond viszi oda, Kunfival majd személyes kapcsolata, csak 12. május 3. miután Adit fölveszik a szabadkövességbe, mindjárt mondom, akkor egy páholyba kerülnek Kunfi Zsigmonddal, aki majd a Károlyi kormányban kultuszminiszter, a Berénykei kormányban kultuszminiszter, és a Magyarországi Szocialista Szövetség és Tanácsköztársaság forradalmi kormány tanácsában népbiztos, ami ki nem ábrándol belőlük. Nagyon érdekes dolog. A másik népbiztos, aki Adival a Martonovics Páholyban páholytag, az a Rónai Zoltán, a Tanács Köztársaságnak az igazságügyi népbiztosa. Ugye ismerik a viccet, hogy a svájci államszövetség, nem mondtam én? Akkor elmondom, imádok viccet mesélni, csak hallom, hogy elfelejtem. A 1970-es években a svájci államszövetség, most 40 év, bejelenti, hogy tengerészeti minisztériumot szervez. És az államszövetség elnöke sújtó tájékoztatót tart, és megkezdik tőle, hogy az elnök úr, hát Svájcnak nincs tengere, mire ő azt mondja, kérem, a Szovjetuniónak lehet igazságügyi minisztérium, a Svájcnak is lehet. Na, Rónai Zoltán kultusz népbiztos lesz, nagyon érdekes, vagyis igazságügyi népbiztos lesz. Hát ja, Samueli mellett igazságügyi népbiztos. Adi ebből a csapatból nő ki. Kérem szépen, a Károlyi kormánynak a minden bénasága, személyi összetétele, a Berinkei kormány 19. január-március, majdnem pontosan két hónapig, és a Tanácsköztársaság, a forradalmi kormányzó tanács személyi összetétele, az 914 előtt Budapesten jön össze. A Tanácsköztársaság az nem úgy kipattan, mint a nem tudom micsoda, nem tudom kinek a fejéből a görög mitológiában, az 20 év alatt jön létre. És Adi pont ebbe a csapatba kerül be. A legjobb barátja, aki a Népszavához viszi, nem a Kunfi Zsigmond, hanem a Révész Béla, akit hogy is hívnak? Nem Rosenberg, hanem valami hasonló. Nem Rosenthal, hanem valami, nem Reichmann, hanem majd eszembe, hogy mindegy. Tehát egy vörös hajú zsidó ember, aki Adi, ha lehet, még Adinál is züllöttebb erkölcsű. A levelezésüket nem ajánlom, hogy elolvassák, de egészen megdöbbent. A Sertésre nagy keresztjét adományozom neked, írja Párizsból Adi, éppen tegnap gépeltem be, vagy emeltem át az interneten megjelenő levelezés első kötetből.
mert te még nálam is mögött disznolkodó vagy, írja Adi révét, kár, hogy részleteket nem ír, de most már mindegy. A lényeg az, hogy a második útján Adi 906 június 17-én elmegy, ugyanis az első vers kötetének, Gógi és Magók fél vagyok én, stb., annak nincs komoly visszhangja, viszont az akkor még lévő magyar keresztjén sajtó, nem mondanám jobboldali sajtónak, keresztjén sajtó a akkori 1894-95-ben alakul meg az egyházpolitikai törvénycsomag hatására, erről beszéltem egy hónappal ezelőtt, nem ismétlem meg, alakul meg Gróf Zichy Nándor és Gróf Zichy János kezdeményezésére és a katolikus egyház hátsó titkos fölmagasodásával, támogatásával a katolikus néppárt. Ez egy keresztény párt. Ennek van egy komoly lapja, nem csak Nagyváron, azt, amit említettem, hanem Alkotmány címmel Budapesten. Most amikor Adinak megjelenik ez a Gógy és Magók stb. Új versek című könyve, 906. február, mint mondtam, akkor ez az Alkotmány, ez durván megtámadja Adit. Ha láttok el, mint olyan tüzes ménet, stb. Aha, Adi úr nem tud magyarul, mert nem azt írjuk ám, hogy ménet, hanem azt, hogy ment. Vagy írja Adi, hogy mennyi szépség és mind a másé, mennyi vagyon és mind a másé, sírja ez az alkotmányos ember, ettől gépelt ebbe a kézadomba. Hát igen úr, Adi úr, sok szép vers van, és az mind a másé. Tehát Adit lelkileg, mondjuk úgy, hogy jobb oldalról megtámadják. Na most Adi gyakorlatilag, ezt én nem negatívumként mondom, hanem egy kicsit olyan puhány fiú. Tehát nem egy kemény férfi, hogy azt mondja, hogy én ezt el akarom érni szellemileg, aztán mondjatok, amit akarok, lelkileg összeomlik. Ebben tegnap gépeltem be a 906 május-júniusi levelei közül a Lédának írtak, hogy nem bírom ezen a mocskos hunniában. A Révész Bélának azt írja, hogy kitüntetlek téged, vörös hercegem, mint barbária Magyarország tartományának van helytartómat, első Adi Endre, stb. Tehát lelkileg teljesen összeomolva megy, és Franzens veszélyben, Tirolban megáll, Münchenben megáll, leisszam, stb. Tehát írja Léda, hogy 906-ban, amikor Adi másodjára megy június 20-án él Párizsba, írja Léda, hogy akkor már nagyon sokat iszik a bandi. Na most tudni kell, hogy Adi a fénykorában napi 5 liter bort ivott. Napi 5 liter bort ivott, napi 4-5 doboz cigarettát szívott. A Veronál, talán van, aki tudja, mi a Veronál, az egy nyugtató, altató jellegű nyugtató, az beszedi. A Ceyzer írja, aki orvos, hogy körülbelül 4 vagy 5 olyan betegsége volt, amiben a kor orvosi színvonal bele kellett volna külön-külön egyenként halnia. És a végén tudják, hogy hogy hal meg 19 január, hogy a hüdéses elmezavar az nem kapja el, mint a vérbajosok egy részét. Ugye 1909 egy Ehrmann, vagy Ehring nevű német orvos kitalálja a Salvarsan nevű gyógymódot, amivel kezdetleges ütesek. Erlich. Erlich. Vannak itt orvosok? Nem, tegyész. Hát az még szörnyű, mert megbuktam kémiából. Csak az enyhítette a szörnyű tudatot, hogy fizikából is. Sőt, irodalom tanárom megbuktatott magyar irodalomból is, pedig imádta, hogy mennyi fiam és osztály ismétlő, nem lehetett, két tantárgyban lehetett osztályt ismételni, pótvizsgával, háromnál már újra kellett járni. Én gyerekeimnek szoktam mondani, hogy tudászom, hogy miatt 5 évig jártam a gimnáziumban. Harmadikat 2-szer jártam, mert akkor tanították fizikában, és lenyészetből, bocsánatot kérek, a nem tudom micsodát. Visszatérve Adira. Ami a prózai életművét illeti, gyakorlatilag majdnem minden nap ír egy újságcikket, de néha kettőt. Megvéd baloldali személyeket. Ez már eleve, tehát ha én megvédek embereket, akkor az ő személyüknek a minősége az engem is elhelyez. Ez szerintem teljesen elfogadható és logikus. Kiket véd meg? Nagyváradon megvédi, de egész élete végig kapcsolatban van, Somló Bódoggal.
Somló Bódogról azt írja az Életrajzi Lexikon, hogy felvidék, hülyeség mondani, hova az, vidéki zsidó családból származik, gyerekkorában jiddis nyelven beszélte, aztán jól megtudott magyarul. Na, a Nagyváradi Jog Akadémiának lett a tanára. És amikor onnan ki akarták a Somló Bódogot vágni, akkor Adi írt egy cikket, ami részben megjelent egyik nap a Nagyváradi Naplóba, Vészit akkor már ismerte, megjelent a Budapesti Naplóba is. A Vészi, a Somló ügy, Somló Bódog ügye Adit hírhetté tette, még Győrből, Budapesterről hasonszőrű, ugye similis simili gaudet, hasonló a hasonlónak örül, hozzá hasonló gondolkozású embertől kapott leveleken. Ezek fönnmaradtak, ugye, egy része fönnmaradt, hogy kedves Adi úr, akkor a 20 éves emberek magázottak, ez egy nagyon érdekes dolog. Kedves Adi, gratulálunk, ön megvédte a szabadságot, stb. És ezek a levelek erőt adtak neki. Egy másik ilyen ügy, a Kunfi ügy, ezt egy hónapja gépeltem be a májusiban megjelenő Adi könyvembe, abban örüldali Adiba. Ki fogja vágni a hitelnél megint a biztosítékot, meg a magyar nemzetbe. Majd akkumulátorról működnek. Hogy a Kunfi ügy. Mert a Kunfi, ugye a híres szabadkönyves fészekbe Temesváron volt főreál iskolai tanár, és egy szabadkönyves páholyban volt, a Losonci nevű szabadkönyves páholyban, a Szabolcska Mihállyal, akit püspöknek akartak, ezt mondtam, és megtaláltam a Szabolcska leveleit, hatalmas nagymester testvér, kérlek ne vigyetek engem Debrecenbe, én nem szeretnék püspök lenni, kérlek értsétek meg, nagymester testvér, nagy ennyel, nagy téved. Nekem itt van a birtokom, itt van a családom, itt van a felesége, és a végén elérte Szabolcska, hogy nem lett püspök, lett másik, mindegy. A református egyház nagyon-nagyon erősen szabadkönyves fertőzöttség lesz, majd mondok még neveket. Ravasz László. 910-ben belép, és 17-ben kilép. Itt van ez a kicsi kötetem, ebben a kilépő levelét. Egy Jancsó Elemér nevű úr a 30-as években Kolozsvárt közölte, és én ide áttettem szó szerint. Kedves testvérek, írja Ravasz 917-ben. Fedezést kérek, kilépést kérek, csak ők így mondják szabadkönyves nyelvzelen, fedezést kérek páholyunkból, a Kolozsvári Unió páholyból, nem Erdély és Magyarország Uniójáról, hanem az 1886-os magyarországi Nagy-Orienc nagypáholy és a Szent János rendi nagypáholy uniójáról van szó. Tehát nagy félreértés legyen. Mert nem bírom elviselni, hogy egyes ateista testvérek Jézus Krisztust és az egyházat csepülik, kritizálják, stb. Én pedig református lelkészként minden vasárnap Isten tisztelet idején Jézus Krisztus igéjét hirdetek. Tehát azt úgy szoktam fogalmazni, hogy Jászi Oszkár, Jakobovics Ozsiás, a 920-as belügyminiszteri egyik kiadvány szerint, és Jézus Krisztus közül Ravasz választott, és Jézus Krisztust választott. Kérem szépen, rossz emberből lehet jó embernek lenni. Az Istennek tetsző dolog. Gondoljunk csak a 13 vagy nem tudom, 15 kirégzett tisztünkre, akiket 49. október 6-án. Császári tisztek voltak, megszálló katonák, és jöttek valami a szívükbe, és odajöttek. Vagy egy angol kovács, aki otthon hagyta a üllő mellé, letette asszony, vigyázz a gyerekekre, mert hazajövök, elverlek, és eljött Magyarországra. Vagy egy olasz báró. Furcsa, furcsa az élet. A lényeg az, hogy visszatérve, a Adi a publicisztikájában 905. januárjától publikált, tehát a Budapesti Naplóba, Vészi lapjába, publikál a Népszavába, ezt mondta, és 908. január 1-én megindul a Budapesti Demokratia, Demokrácia nevű páholyban szervezett szabadkőműves alapítású és jó rész működtetésű irodalmi folyóiratban, aminek a címe Nyugat. A Nyugatban publikál, és ő lesz a Nyugatnak a zászlóvivője, sőt zászlója gyakorlatilag. A Magyar Pimodán az egyik első publikációja, 5 különböző Nyugat számban. Ugye a Nyugat az minden hónap elsőn is 16-án, tehát két heti lap. Nem nagy példányszámú, de a belvárosi budapesti körökben, ott főleg a zsidóság körében, ott komoly hatás vált ki a Nyugaton.
Még el kell mondanom, hogy Adi cikkei miről szólnak. Ugye mondtam, hogy a Somló ügy, a Kunfi ügy, van még egy-két ilyen ügy, most nincs idő majd részletezni. Több nagy témakör van, amire Adi mindig visszatér. Először is a római katolikus egyház elleni Adi cikkek. Egy egész csomó, legalább 100 vagy 200 ilyen cikk van, aminek egy töredékét betudom, de a legfontosabbakat bemutatom ebbe a készülő három monográfiámban. Két püspök van, akit Adi hát egészen furcsa gyűlettel utál. Az egyik, akivel kezdi időben, még nagyváradi hírlapíró korában, az Prohászka Ottokár. Prohászka Ottokár. A másik pedig gróf Majlád Gusztáv Károly, erdélyi római katolikus, gyulafehérvári római katolikus püspök. Na most én itt beírtam a Prohászka meg a Majlád Gusztáv cikkeket is bemutatom, elemzem. Hát kérem, Prohászkáról nem kell ebben a társaságban beszélni, ugye? Viszont gróf Majlád Gusztáv Károly, amikor erdélyi püspök, a magyar püspöki kar legnagyobb iskola építő személyisége. Az annyi iskolát alapít, katolikus egyházi iskolát, hogy az félelmetes. Nem csak Gyulafehérváron, hanem teljesen a Erdélynek a katolikus, nem csak a Székelyföldön, hanem a különböző katolikus vidékein. És Adi azért szerintem az, a cikkeiből az jön le, hogy azért gyűlöli Prohászkát meg gróf Majlád Gusztáv Károly két püspököt, mert hogy félti tőle a baloldali haladás témakörét. Képzeljük el, hogy ugye a szabadkomesek már nagyváradon azt hallotta a barátaitól, hogy a katolikus egyházat azt le kell taposni valahogyan. Miért? Miért? Hogy jött ki? Én úgy látom a szabadkönyves levéltári forrásokból, hogy ugye ezt elmondta egy hónapja, hogy el akarták venni a vagyonukat és a lelkek fölötti hatalmukat a hittan tanítás iskolai megszüntetésével a hitnek csak a család keretébe belül, SZDSZ 1990, zárójel bezárva, akarták beszorítani az egyházakat, és hogy az egyházak ne kapjanak költségvetési támogatást. Mondja Magyar Bálint, meg nem tudom kicsoda, SZDSZ-es a parlamentben, és akkor még én nem tudtam, hogy ezt a Martinovics Pálhogyba találja ki, a Sándor Pál, Schlesinger Pál, különben a budapesti városi közművek elnök vezérigazgató. Nagyon érdekes a történet. Van egy olyan érzésem, hogy Adi a reformátusságot féltette a katolicizmustól. Az első világháború előtti Magyarországon ez a felekezeti küzdelem, katolikusok, reformátusok, ugye katolikusság 65-66%, az össznépességen belül, a reformátusság meg 20-22, így valahogy. Tehát ugye a nyaki meg a dagi, de mégis komoly küzdelem volt közöttük. Van egy ilyen vonás is Adiban. Egy ilyen vonás is. És a Váradi Zsigmond, aki nála 17,5 évvel idősebb, egy ilyen atyai mentora, 1913-ban öngyilkos lesz, Ausztriában egy szakadékban találják meg a szép rohadt holttestét, most nem részletezem, itt a lábjegyzetben, nem tudom melyik könyvemben leírom, talán az Adiban, tőle is azt hallja, hogy a katolikusság életveszélyes Magyarországon nézve, mert Sándor Pált idézem, a katolikusok az elmúlt 1000 évben elbudították a magyar népet. Adi cikkeiben legalább 300 vagy 400 olyan írását tudnék mondani, ha volna rá idő, amiben Adi azt a szabadkönyves álláspontot hangoztatja, hogy a római katolikus egyház elbutítja a népet, tönkreteszi, kizsákmányolja, tehát a katolikus egyházat meg kell gyöngíteni. Adi ezért lesz francia barát többek között. Eleinte fiatal legény korában azért, mert Párizs a fényvárosa. Persze, fényvárosa. Hát erről a Zeiser professzor tudna beszélni, és beszél is, hála Isten, korrekt módon. Fölös beteg most egyébként. Leírja Adinak ezeket a különböző dolgait. De aztán változik. Adi stratégiailag francia ország barátja lesz. Miért? Azért, mert Franciaországban, most nem tudom, hogy ebbe vagy pedig azt hiszem a most következő, nem emlékszem, mert összefosódik az agyamba az egész, leírom, hogy az első világháború előtti Franciaország az teljesen szabadkönyves fertőzöttségbe szenvedett. A francia kormányok, írok neveket is, azt hiszem a májusi könyv kötetemben, ami májusban jelenik meg, neveket, hadügyminiszter. A hadügyminiszter, nem jut eszembe a neve, az a
royalista francia tiszteket, megkezdte kipusztítani a francia hadseregből. Egészen a kameráig, tehát a képviselőházig ment a vita, és Adi erről tudósította a budapesti hírlapot. Sőt, az egyik francia szabad, a radikális, liberális, szabadkönyves és szociáldemokrata koalíciós francia kormány, nem tudom ki volt ebben a miniszterelnök, mindegy, a katolikus szerzetes rendeket betiltotta. És a katolikus szerzetesek elkezdtek Európának azokba az országaiba menni, ahol alapíthattak iskolát, ahol megélhettek, ahol például a francia apáca hölgyek jöttek, apácák jöttek Magyarországra, és itt ilyen franciát tanító úri családok gyerekeinek tanító iskolákat hoztak létre, és Adi cikkeket ír ő ellenük. A májusban megjelenő könyvemben részletesen ezt hozom, hogy mit írt meg, hogy ilyen durva hangulatú per hölgyek, mintha szajákat írt volna ezekre a francia apácákról, mintha, írom a kéziratba, mintha baj volna, hogyha szűzies szemléletű apácák tanítanák volna, tanítanák a budapesti zsidó gyerekeket francia nyelvre. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a szabadkönyves iratokban, főleg a Demokratia, a Demokrácia Páholyban, vagy 1908 után, 8 tavaszán alakul a Martinovics Páholy, ahova 12. május 3-án Adit fölveszik, ennek a Martinovics Páholynak az irataiba olvasom, hogy ugyanazokat, amik, azokat a mondatokat, amik Adinak a cikkeibe megjelennek. Tehát egyszerűen tudományos módon, filológiai összehasonlítással egymás mellé teszem a Páholy jegyzőkönyvet, kifotóztam az országos levéltárba több év alatt, és mellé Adi cikkét, és ugyanazról a témáról, katolikus egyház, apácák, szerzetesek, klerikális reakció, hogy mondják idegen szóval a vagyonelvételt? A szekularizáció, ugyanezek a kifejezések ugyanolyan tartalommal szerepelnek Adi hírlapi cikkében, mint a Páholy jegyzőkönyvben. Egymásra teszem, és átvelik egymást. Ez abszolút arra bizonyíték, hogy Adi a baloldali liberális és a kunfi Rónai Zoltán szintén szabadkönyves szozdemek, a szozdem pártban csak 917 végén tiltja meg a tagjainak, a Szozdem párt, hogy szabadkönyvesek is legyenek. Nagyon érdekes, vagy lehet, hogy 18 elején már, mindez majd a harmadik, vagy majd a hetedik monográfiámban lesz benne. De a dokumentumot már kifotoztam. No, a lényeg az, hogy tehát antiklerikális újságíró lesz, és a Népszavábeli verseiben és cikkeiben, ott pedig ő megírja a leveleiben korrekt módon, hogy ő nem Szozdem. De az elnyomott munkásság mellé áll. Most hadd ne mondjam el, nekem a munkás osztályról mi a véleményem, ugye a kapitalizmus egyik mellékterméke. A kapitalizmus az nem a munkás osztályról, hanem a profitról szól. Ezt nem így tartozik, ezt leírom a kötetembe, és a Mesterházék nem fognak nagyon örülni neki, ezek az ismert proletár emberek, mint Mesterház, vagy stb. Mióta ember néz az égre, vörös csillag volt a reménye. Adi Endre. Ezt nem Kunfi Zsigmond írta, a Szozdem párt esze, a Népszava szerkesztője, ezt Adi Endre. És több ilyen, egy-két ilyen verse van, ugye? Köztük nagyon szép a munkás fiú, az én apám, reggeltől estig lót futva robotos, gyönyörű szép vers. A publicisztikáját, ha megnézik, az teljesen Szozdem vonal, de a szozdemek közül nem ez a garami garva és a többi, ez a konzervatív, ide egy kis pénzt, oda egy kis vagyont, oda egy kis képzelj hány ezer eurót elrejteni, közben pedig szoci vagyok, ugye, hanem a radikális szoci vonal. Tehát érdekes, hogy Adiban én azt látom, hogy részben radikális, liberális eszmevilágot képvisel, részben pedig bizonyos szakaszainak az életében, mert aztán révésze összerúgják a port, meg a Rejnice, meg a többieket, szociáldemokrata, ugye? Nagyon érdekes. A barátai azok mind szabadkönyves miniszterek, államtitkárok lesznek. Például a Károlyi kormánynak államtitkára lesz egy Diner, kötőjel Dénes József nevű úr, aki a 906-os
szabadkönyves okiratok demokrácia páholynak a tagja, majd átlép a Martinovics páholyba. Martinovics páholy az a radikális szabadkönyvességnek a legszorosabb páholya. Ő azt mondja már 1906-ban, hogy én, kedves testvérek, ortodox marxista vagyok. És megmaradt a két előadása legéppel, ilyen nagybötös írógéppel, a történelmi materializmusról tartott előadást. Azt mondja 1906-ban Diner Dénes József, amit Mérei akadémikus, meg a szegedi Tucoz tanszéken én oda jártam, akkor volt két tantárgyunk, tudomány és szocializmus, és a Mamut, Magyar Munkásmozgalom története, csak mi Mamutnak neveztük, amit ott a Rász Johnny professzor, egy részeges kommunista professzor mondott. Most ezek a full történelmi materialista emberek, ezek ott ültek a páholyokban, demokrácia, ötvös páholy, Martinovics páholy. Mit is mondtam egy hónapja? Amikor 11. január, 10 nem tudom hányadikán, január idusán Jászi Oszkárt a Martinovics páholy főmesterévé választják, akkor Jászi mond egy beszédet, és azt mondja, több mint ebbe a kicsi kötetem függelékébe, teljes terjedelmébe közlöm Jászit, Jászi az egy nagyon jelentős személy. A magyarságnak ő nem mondja ellenségének magát, de facto azonban ténylegesen. És az, nem az a veszélyes a magyarokra, a keresztény Magyarországra, amikor bunkó, függetlenített TSZ pártitkárok a kereszténység ellenségei, hanem amikor tehetséges emberek. Jászi az egy zseniálisan tehetséges ember volt. Tessék elolvasni Litván Györgynek a Jászi monográfiáját, nagyon érdekes. Csak hát nem ezen az oldalon focizott. No, azt mondja Jászi, hogy újra kell írnunk Magyarország történetét, szó szerint mondom, a történelmi materializmus eszméi és a modern szociológia tudományának módszerei segítségével. Kérem, milyen polgári liberális az, amelyik a történelmi materializmus alapján akar egy nemzetnek ezer évre visszamenőleg megírni a történelmét? Összekeveredett dolgok vannak. Tehát van Magyarországon, most egy kicsit durvábban kell fogalmazzak, van Magyarországon egy etnikai csoport, nem mondhatom izrőt a vallásos csoportnak, mert ateisták ezek a fiúk, lányok. Ugye a Ducsinszka Ilonától a Jászi Oszkárig bezárólag a Schlesingerek, meg a Kohstetterek, meg a többiek, akik két csapatba játszanak, vagy polgári radikálisnak mondják, progresszívnek magukat, liberálisnak, vagy szocdemnek mondják magukat, rokonságban vannak nem csak vérileg, az nem érdekes, hanem szellemileg. Ezért szoktam én azt mondani, hogy Magyarországon a 19-20. Században három nagy eszmetörténeti irányzat küzd egymással, a konzervativizmus, a liberalizmus és a szocializmus. A liberalizmus meg a szocializmus az elsőfokú unokatestvérek. Van, amiben különböznek, de van, amiben teljesen ugyanazok. A harmadik nemzet, liberális nemzedék 1890 és 1914 között, ez Szekő Gyula kifejezése, teljesen olyan ateista, mint a Kunfi Zsigmond meg a többiek. De hát magunk között mondva, hát mitől képviselje a Kunstetter, a Kohn, a Schlesinger, a Willinger, a Rosenberg, a Rosenborg, a Rosenzweig, a Löwinger, a keresztény magyar államot? Ebben a mostani májusi könyvben lesz egy új keresztapák 2. című fejezet, és ott valami 18 zsidó nevet. Ez rémes hatása lesz ennek a www.orientexpress.hu.com honlapra. El tudom képzelni, de ezek olyan tények, amiket én nem tudok megkerülni. Mert ha megkerülném, akkor azt kellene önmagamról gondoljam, hogy ugyanolyan marxista, leninista, szocialista, liberális történész vagyok, mint akik most ott ülnek az akadémián. 450 ezer nettó forint akademikusi díjért. Én nem kerülhetek soha oda. Na jó, nem is akarok. Mondjuk a pénzt azt utalhatnák, mert felső frankot bankrabszolgaként tényleg tudom. De tessék megnézni a mostani Magyar Tudományos Akadémia második osztályának a történész részlegét. Marxisták, szélső liberálisok, volt kommunisták, zsidók. Nem tudnak konzervatív. A legkonzervatív embert úgy hívják, hogy Szabad György. A Szabad György az Antal kormány idején a parlament elnöke volt. Ő mondta nekünk, hogy fiúk, ne arról, hogy ilyen 18. században magyarországi zsidó család sarja vagyok, az olyan Kossuth Lajos párti,
hogy én imádtam a Szabad Gyuri bácsit, amikor én még egyetemista voltam, én ebben akadémikus történész, mert azt írta a Forradalom után című könyvébe, hogy Deák Ferencék gazemberek voltak, hülyeséget csinálni, nem kiegyezni kellett volna, hanem újra forradalmat csinálni. Hát persze, csak mivel, kivel? Mivel és kivel? Tisztjeink ott harcoltak a United States Army-ban, meg különböző helyeken a világ minden. Na mindegy, nem ide tartozik. A lényeg az, hogy Adi személyileg férfi barátaival, barátnőivel, szellemiségében egy olyan csoportba kerül bele, amelyik a keresztény magyar nemzetállamnak ellenfele, majd kiérezett helyzetben ellensége lesz. Ez az igazság. Na most tovább veszem Adi életét, mert azonnal. Úristen. Még 5 percig van. De nem 50-et mondtam. Mindjárt befejezem, mert be kell. Adi 1913-ban házasságot ígér egy Dénes Zsófia nevű 31 éves fiatal asszonynak, akinek a férje egy szörnyű betegségben érdekes meghalt. Feleség, de közben Adi kap Svájcból leveleket egy fiatal 16-17 éves leánykától, a Csinszkától, Bonca Bertukától. És egyszer csak azt olvasom a levelezésébe Adinak, hogy már 14-ben, mert aztán megismertednek, elmegy hozzá 14-ben a csúcsára, a Goga kastélyba, tudják, a Goga kastélyba, Museum de Goga, van kiírva, és ír egy levelet a 60-i Lajosnak. 60-i Dajcs Lajos az egy fantasztikusan tehetséges zsidó ember, aki Adiról azt mondja, hogy embernek költőnek zseni, embernek személy. Lesz is egy ilyen alfejezetem, majd megint a Zablonci tanár úr a hitelbe le fog mocskolni, vagy a Szatmár megyei hírlapban a múltkor, amikor ott voltunk, hogy miket mondok én, hogy a Nyugat az egy bordélyház. Hát de bocsánat, elolvassa a könyv, mert megtudja, hogy ezt a Léda írta Adinak, hogy tudom, hogy a Nyugatban te mélyjársz, a szerkesztőségek előkészítik neked a vidéki szép asszonyokat, mert a Nyugat az egy bordélyház, tudom, hogy a Fenyő Fleischmann, Osvár, mit tudom egy kicsit, mint kicsodál? Léda mesélj, és igaza volt. Na, hol is tartott? Ír egy levelet a 60-i Lajosnak. Lajosnak. Megismertem egy. Te tudod, fajtád nőihez való viszonyomat, fajtád nőihez, tehát a zsidó nőkhez való viszonyomat. Egy-két aradi, temesvári keresztény asszony leszámítva mindenki zsidó barátnői voltak Adinak. Te tudod, fajtád nőihez való viszonyomat, képzeld, megismertem egy fiatal erdélyi félvárdás lányt, akinek a vallása is ugyanaz, mint az enyém, ugye a Bonca Bertuka is református, Adi is református. És arra gondoltam, hogy már öreg legény vagyok, hogy feleségül venném. Zárójelben mondom, hogy a levelezésből kiderül, hogy az Adi Endre édesanyja, aki a világ legfantasztikusabb anyukája. Legfantasztikusabb. Szóval az egy... Van egy zsidó író, az a neve, hogy Kabos Ere. Valami Kóninger, vagy valami ilyesmi volt. A világ legszebb cikkét írta Adi Endre édesanyjára. Azt valahol majd beleszülünk valamelyik könyvembe. Adi édesanyja Budapesten várt a villamossal 20-as években, és szívéhez kapott, és ott a villamos megállóban meg. Na, a Bonca Bertával pereskedtek. Adi édesanyja vagyok miatt. De lényeg az, hogy úgy gondolom, Lajoskám, hogy feleségül veszem ezt a lányt, mit tegyek? És 60-i Lajos a következő levelet válaszolja Adinak. Édes bandikám, én, a Dajcs, azt mondom neked, hogy csak óvatosan, csak óvatosan. De én a báró 60-i azt mondom neked, hogy csak rajta. Milyen kettős tudat. Ugye, Dajcsként más vagyok, és báró 60-iként a Dajcs és társa cég, cukoripari cégnek birtok, stb. Résztulajdonosa, ott pedig csak rajta. És Adiban akkor ez eldőlő, nem tudod dönteni. Nem tudod dönteni. Sok helyzetben ezt a róla női memoárírók leírják, hogy a bandi nem tud dönteni. Na minden, itt eldől benne, feleségül veszi a lányt, és hát az apja nem adja oda, az öreg Bonca. Elmegy a Tisza Istvánhoz, meg a, még a Vészi Józsefet, mert a Vészi József képviselő volt korábban, és ismerték egymást,
megkérdezi és mondják neki, hogy te figyelj, ez egy tehetséges zseni, de a lányodat hozzá ne add, és elmondják az összes, amit akkor tudtak Adiról, viszonylag keveset betegségről, mert hogy egy züllött meg, stb. Hát, hát akárhányszor bement Adihoz a szar, mert Adi szeretett szanatóriumba járni. Nem értettem, hogy hogy szerethet valaki, én inkább kocsmába szeretek járni, és akkor megtudtam valamelyik emlékiratban, hogy ott többször megfogta Adit, Adit a Csinszka rajta kapta, hogy két nővel is volt. Mint szegény, beteg, lelkileg tönkrement férfi. Szóval nagyon érdekes személyiség volt. No, a lényeg az, hogy, hogy a bonca, az öreg bonca nem akarja a lányt hozzáadni, és akkor Adiban ez a magyar nemesnek a harckészségét föleleveníti, és végül is, most csak a végét mondom a történetnek, az Adi, az öcsét, az Adi Lajost, aki főgimnáziumi tanár, mert Aponyi, mert, a, mert az Adi Lajos, az segédtanár volt a zilai református gimnáziumban, ahova utána Adi jár, és Adi, aki a betegesen gyűlölködő cikkeket írt a magyar arisztokrácia ellen. Kérem, a magyar arisztokraták között voltak idióta kretének. De a magyar arisztokrácia, mint társadalom történeti jelenség, az egy Európában egyedülálló, nagy lélekszámú, mondjuk a többi arisztokrácia, nagy lélekszámú, zseniket adó ember. Báró Veselényi, Gróf Széchenyi, Gróf Tisza István, Gróf Zichy Nándor, Gróf Zichy János, soroljam, hónap rekelik a zseni arisztokratáinkat. Na, Adi gyűlölködő cikkeket ír két arisztokrata ellen, Gróf Tisza István, Gróf Aponyi Albert. Mint kultuszminiszter, ugye, Aponyi 1906 április 8-ától 1910 január 12-ig vagy 14-ig magyar királyi kultuszminiszter, és Adi nem egyszer lemocskolja Aponyit. És akkor az Adi Lajos az öccse fel akar jönni fővárosi tanárnak. És Adi elmegy Aponyihoz. Megmaradt a levelezés. A cikkben Aponyi az egy ganyé magyar, Karlsburgi jezsuita arisztokrata, Karlsburg Bécs melletti híres világhírű jezsuita iskola volt, Aponyi Albert Gróf ott végzett, hithű katolikus volt egyébként, Wagner zenét. Végig ült a Wagner Nibelung gyűrűt, nem tudom én, 12 órán keresztül, miközben egy miniszter, félelmetes. Nem az volt a véleménye a operettről Adinak, mint Aponyinak. Na, és Aponyi elment hozzá, és mondta neki Aponyi, hogy nézze, Adi úr, hát én nagyra becsülöm az ön tehetségét, kár, hogy nem arra fordítja, amit az ön tehetsége megérdemelne, de amennyiben az ön testvér, édes testvér öccse Adi Lajos tanár úr megüti az általam, mint magyar királyi kultuszminiszter által kidolgozott követelményrendszer, legyen nyugodt, a következő években följöhet Budapestre. Ez volt tavasszal, szeptember 1-én Adi Lajos úr a Markó utcai Magyar Királyi Főgimnáziumban katedrát kapott. Kétszer annyi fizetés. De ennyit ezekről a sötét aliszokra. Van nekem egy barátom, úgy hívják, hogy Petlen István Gróf. Úgy volt, hogy az Antal kormányban lesz gazdasági csúcsminiszter. De mindegy, most nem ide tartozik, nagyszerű férfi, nagyszerű férfi. Négyegyén az van, hogy Gráf Betlen, stb. Valami, hogy miért magyarul írott? Azért, mert hosszú ó, és az internetben nincs hosszú ó, és le vannak kizéve a német, és Gráf. Na, a lényeg az, hogy Adiban fölhorgat, hogy csak feleségül veszem ezt a lányt, és végül az, Adi, az öccsét, az Adi Lajost itt kanyarodtam el, elküldi a Bonca, hogy hiány az öreg? Bonca Miklós, köszön, itt ül a családnak az esze, aki az én két lábon járó, nem is akár járó, emlékező tehetsége. Tehát Bonca Miklóshoz, és a Bonca így beszél, hogy elkérdes öcsém, mert stb. Adi Lajossal, aztán megisznak egy-két liter bort, és azt mondja az öreg Bonca Adi Lajosnak, ismerik a történetet? Nagyon jellemző korfestő történet, a korfestő történetek azok fontosak, mert egy kornak a, bocsánatot kérlek, feelingjét, azt tudják, ez a Coca-Cola feeling, a feelingjét, azt lehet érzékelni, és azt mondja, hogy figyelj ide, ecsé, jó, vegye feleségül a te gazember
bátyád, az én édes egyetlen gyermekemet, Pertukát. De ha két évig együtt maradnak, akkor én, Bonca Miklós, fölkeresem őket, tessék figyelni, mint magyar urat, letérdelek előttük, ünnepélyesen bocsánatot kérek a te gazembra bátyától is, és minden vagyonomat a leányomra, nem rájuk, a leányomra hagyom. Másfél év múlva meghalt a Bonca. És ekkor megtörtént az esküvő, Ady Endre esküvője, ezt majd a végén mondom el. Még kérek 3 percet, mert még a háborúról nem beszéltem semmit. Ady Endre a leg... Hát nem akarok durva demonesztáló jelzőszerkezetet használni, a legfurcsább írását 917-ben írja, az a címe, hogy Korrobori. Korrobori. Kéterrel. Korrobori. A korrobori egy valami hátsó indiai ilyen tánc. Úgy csak, stb. Az a lényege a dolognak, hogy Ady beviszi a cikket a Fleischmann úrhoz, a Fenyő Miksához, és azt mondja, elolvassa, te Bondikám, ez figyelj, most cenzúra van, jobb, ha ezt most nem közöljük, betesszük ide a 17. évi dossziéba, volt évenként nyugat dosszié, precízen működtek, majd 924-ben egyes számban jelenik meg a nyugatban. Tudják, mi van a cikkben? Azt írja Ady, hogy mostanában sokat gondolkodok nemzetem sorsán. Ady nagyon durvákat írt a hazájáról. Nagyon durvákat. A franciákat a fény, a nagyszerűség országának mondja, Magyarország pedig hadhan vagyjon össze, hunni a úrit rágya dobja. Hát bocsánat kérek, az úrit rá, ha azt akarja mondani, hogy a magyar urok kizsákmányolok, és han vagyjanak össze, akkor azt írja. De hunnia az az én hazám, arra ne tessék azt mondani, hogy trágya dob. És ilyen 100 000 van ilyen, nem 100 000, de 100 van Adinál. És azt írja a korroboriban, hogy erről egy külön fejezet lesz majd a 3. Adinban, Adi kötetemben, hogy annak ide a nagy francia nép, a világ legfelvilágosodottabb forradalmi népe, a francia, az két nép keveredéséből jött létre. A galluszok, barbárok és a latinok. És mi jó nép lett belőle, stb. Ezt részletezi, most én nem részletezem. Tehát, sokat gondolkodva a nemzetem sorsáról, rájöttem, hogy a kultúrára képtelen a magyarság. Ez Ady körülbelül 50-szer leírja az egész életművben. Mi az, hogy kultúrára? Hát a Herceg Ferenc az egy senki, és a többiek. Tudják, mit írt Arany Jánosról? Egy vidéki kis jegyzőcske notárius. Egy vidéki kis notárius. Egy senki. Tessék? Mondom pedig, ha olyan második volna, mint Arany, akkor biztos... Hát igen, de ő gyűlölte Tisza Istvánt, és Tisza Istvánnak egy költő kedvence volt, csak zárjában érdekességét mondom, és mindjárt befejezem, Arany János. És megkérdezték Tisza grófot, hogy Nemes gróf, hát ön miért Arany? Tisza gróf, aki egy furcsa, zárkózott ember volt, és fél dioptriás szemüveget hordott már az első világháború előtt, és ez egy pisztolypárbajt nem vállal, csak kardpárbajt, ugye, Károlyi Mihály, stb. Nem részletezem. Azt mondta, hogy azért szeretem legjobban Arany, mert nem így szerelmes verseket. Miközben Bécsben a delegáció egyik esti vacsoráján azt mondta, hogy Ady és a nyugatosok levéltetű a magyar kultúra pálmafáján. Ezt tudják, ki mondja meg? Hegedűs Lórán, nem a püspök, aki most halt meg pár éve, hanem volt egy korábbi Hegedűs Lóránt is, aki országgyűlési képviselő volt, miniszter, gazdasági szakember, országgyűlési képviselő, és a magyar delegációnak a titkára volt. És egyszer egy előterjesztését este ünnepeltük, mert elfogadta az osztrák delegáció, és akkor mondta, tehát, na mindegy, a lényeg az, hogy tehát a korroborit folytatom, azt mondja Ady, hogy a magyarok, amely kultúrára, a magyarok útja csak az lehet, amely népünk sajnos kultúrára alkalmatlan, kultúra teremtése, azt hiszem így írja, alkalmatlan, hogy összeolvad a galluszok, latinuszok mintájára a magyarországi 1 millió zsidósággal, és egy teljesen új nemzetet hoznak létre. Külön a zsidók se alkalmasak, a magyarok se, de együtt egy új, modern, francia típusú népet. Tehát gyakorlatilag, ez sokkal plasztikusabb, nálam jobban, ahogy én elmondom, írja le Ady, az az igazság, hogy
hogy én azt találtam mondani a Magyar Hírlapban múltkor, hogy gyakorlatilag addig kilép a nemzetéből. És a hitelbe aprít az Ablonczi úr, hogy hát, hogy kilép, pont az addig, a mi hazaszerető addig. Kérem, fölföldobott kő, földedre visszavonva, a legszebb hazaszeretett verse. Ez is Adi. De a korróbori is Adi. Na most, ha mi csak a fölföldobott kőt, meg a már vénülő kezemmel, stb. Őrizem a kezedet, ha csak ezeket nézzük, akkor féloldalas Adit kapunk. Én azért csinálok három monográfiát, hogy Adi kép az teljes legyen. És akkor jön a vég, ugye katonának ő nem vonul be, 17-től már beteg, széttépi a Bibliáját, stb. Szóval nem részelezem ezek közismert dolgok, és végül is szanatóriumba szállítják. Ő rettegett attól, memoárok, a nők memoárja írják le a család, gyerhoz tartozó nők, hogy rettegett attól, hogy az ő Cseh Lajos be fogja vinni a Bolondok házába, a Sárga házba. Rettegett attól. Megeskedte a Lajost, hogy az öcsét, hogy ne vigye be. Egyébként Adi Lajosról még annyit, hogy abszolút ateista, materialista ember volt, és szívbeteg lett a 30-as években. És tudják, hogy hogyan halt meg? Úgy halt meg Adi Lajos talán 40-ben vagy 41-ben, és fogta a felesége kezét, ott volt a... Akkor már nem volt ott az anyukája, hanem a felesége, még egy nőrokott mindegy, és azt mondta neki, hogy Mariskád, ez egy típus, Kádár is papot kért, gyógyni akar, meg is gyógyni. Mariska, ne féljetek, én már nem félek, megláttam az Istent. És 5 percen belül, 4 percen belül halott volt. Tehát nagyon furcsán működik a Jóisten, az úcsadással működik, bár útja rejtve van. És így halt meg Adi is szép csöndben, a hüdéses elmezavart nem kapta meg, tehát nem lett őrült. Bibliá szétszakítása az egy ilyen nagy rohama volt, most nem részletezem a Cézár, amiket itt, hanem az egyik aortája, ami a szívbe megy, az megrepett, és a vér szétfolyt a mellkasába, és akkor szép csöndben meghalt. Szép csöndben meghalt. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Adi Endre esküvője, 1915, és itt fejezem be az előadásomat, elnézést kérni, arcát, mert hosszú voltam. Tehát három monográfiát, így sok mindent nem tudtam elmondani. Amikor megtörténik az esküvő, akkor Rákosi Jenő lapja, Rákosi Jenő, Rákosi Viktor, elnémult fokereszte, stb. Rákosi Szidi, színi iskola, három testvér. Svábokból jött magyaroknak, én nem vagyok magyar. 15-ben, ebben a 7 vagy 8 évvel korábban megírt versébe, Adi ezt a sort a Rákosi Jenő csúnyákat írt róla, és utólag írta be ebbe a versébe. És most így ismerje ezt a verset. Svábokból jött magyaroknak. Én nem vagyok magyar, ugye? Ez sváb volt. A svábokat fajgyűlölet szintén gyűlölte Adi. A franciákat pedig teljesen elvtelen. A zsidóságról beszéltem. No, és a Rákosi Jenő lapja írja, hogy megtörtént Adi úr esküvője, és először a városházán Budapest polgármestere, akkor volt egy főpolgármester és 3 polgármester, kicsit más volt a vezetési szerkezet. Bárci Házi, Bárci István összeadta az ifjú párt. Megnéztem a szabadkönyves Páholy anyakönyvek egyikét, Bárci Házi, Bárci István szabadkönyves Páholynak. Budapest polgármester. Ez nagyon érdekes, miközben Sándor Pál, Schlesinger, ő pedig a közműveknek egy fűtés, világítás, minden egybe volt, annak volt a vezérigazgató. Nagyon furcsa, minden pozíciót kézbe vesznek, úgyhogy nem tudjuk róluk, hogy szabad közben. De most ugyanígy van Magyarországon, gondolom. Ezután írja a Budapesti Hírlap tudósítója, a lakodalmi menet és az ifjú pár átmentek a Gumirádlin, Adi csak gumikerekű konfliktus utazott, az elég drága volt akkor. A Szilágyi Dezső téli református templomba, ahol Hajpál, a J hang az Y, Hajpál Benő, tiszteletes úr, a református egyház szép, tragikus, rítusa szerint összeadta az ifjú párt. Mondom, stop, nézzük meg a Hajpál Benőt, a református tiszteletes. Kérem, nem csak, hogy szabadkőműves, hanem az általa 1907-ben vagy 8-ban alapított SAS nevű szabadkőműves Páholy főmester. Na, nézzük meg a tanúkat. 2 tanú volt kötelező.
Az egyik tanú volt Vészi Vels József, a Budapest Napló korábbi tulajdonosa, akkor már nem tulajdonos, átadta egy másik itt sorsosnak, aki viszont református, fekete ruhában járt, református, nagyon furcsa a társaság. Ő a Demokrácia Páholynak volt, ha jól emlékszem, a tagja, a másik tanú pedig, ki volt? 60-it akarta adni, de a 60 éppen bújdosott a hadsereg előtt. Báró 60-i Lajos magyar nemes elbújdosik, kérem, hogy ne kapja meg a behívó parancsát. 60-i lett volna, 60-i is Vészi, hanem a vagy a Fenyő Miksa, a Fleischmann, vagy az Osváth Erzsé. Osváth volt? Bocsánat, de keverem, de majd a könyvemben pontosan lesz, mert ott leírom a forrásot. Mind a ketten szabadkövesek voltak, és akinek a nevét a Budapesti Hírlap újságíróra írta, kivétel nélkül mind szabadköves volt, kérem Adi esküvőjén csak a Bonca Bertuka, a fiatal asszony nem volt szabadköves. Köszönöm a figyelmet!